Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Hello, hello, jó reggelt mindenkinek, 6 óra múlt 10 perccel. Megjöttél? Ja, jó van, akkor nem kezdtük el, bocs, még egyszer a szignált a végére. Mi volt ez a rövid szám? Hogy mernek ki a rövid számot adni reggel? Na, most már nagyon, tényleg csináljuk meg azt, hogy de szaladtam, basszus. Hogy most már mindenkinek mindenért fizetnie kell. Legyen így. Hú, de utálok elkésni. Mentségemre legyen szólva. Oha. Ezt kerestem a hátsó ülésemen. Aha, azt hittem, hogy most mentél be valahova megvenni. Ne csodálkoztam volna egy kilós kávé. Nem, tegnap ígértem, hogy megyek vásárolni, mert listát kaptam a feleségemtől, és be kellett vásárolnom. És mondtam, hagyjátok, srácok, ez az én köröm. Aha, és jó minőségű nem volt? Ez jó. Jó? Jó ez, jó ez. Jó kis kávé. Igen? Aha. Mondtam, hogy kávé, tejszín, tejadag. Az most az enyém. Egyszer, végre. Úgyhogy egyszer, végre bevásároltam. Másfél és két éven. De jogos, nem jogos. Baj. Mindig elfelejtem, hogy abszolút jogos, de mondom, hogy most oké. Okay. És ezt kerestem a rohadt csomagtartóban, mert tegnap bedobtam. Aztán már rájöttem, hogy szól a zene, és elkezdtem rohanni. Hoztam kávétejszint. Tök nagy vagy. Vagy ilyen négy kartonnyi, tehát négy ilyen ekkora, ilyen 30x30x30. Mennyi egy késet, amit tegnap nézegettél? Annál egy picit jobban. Ja nem azt a nem az üvegeset. Hát ezt a kis, amit te iszol, ezt a műanyag. Kis, adagosat. Az nem a kis adagos. Adagos. Nem jó az, jó. Láttam azt, hogy én azt hozok, amit látok a hűtőbe. És hoztam ezt, Penészt hoztam tejet. Is hoztál? Mit? Penészt is hoztál? Igen. Úgyhogy ez volt a csúszás oka, hogy bevásároltam, jó és az. Sok szeretettel. És nagyon rendesen tetted be a hátsó ülésre, mi? Nem, a hátsó, a csomagtartomba ugye kiesett az acskóból, de bepakoltam tegnap a négy szatyrot, és ez kiesett, és tudtam ma reggel, hogy ott kell keresnem, úgyhogy ez volt. Megvettem magamnak egy bögrét. Enyém felirattal. Nagyon jó. Ízléses darab. Iszonyatosan undorító. Hogy te. Azt képzeljétek, hogy ez egy test. Egy férfi test. Igen, férfi test a nadrágban, Hüzentrogerrel. És a melkasára van írva, hogy enyém. Tegnap megálltam ezen bevásárló központ, vagy hipermarket egyik része, hogy gyerekkönyvek voltak, vettem a benne egy csillagászatról szóló könyvet, és megláttam mellette ezeket a rettenetesen ronda bögréket, és gondoltam, úgyis vendégiszom itt mindig valakinek a bögréjéből, ezért gondoltam, meglepem magam egy bögrével. Gyönyörű. És annyi van rajta, hogy enyém? Enyém. Na jó, van, akkor mindenki. Igen. Az egésznek semmi értelme, de ezzel meglepem magam. És hogy kérdeztem, hogy elnézést, meg tudnám mondani, hogy mi van a legalsó polcon, a leghátul, ez megveszem. Végignéztem, és akkor volt, hogy ilyen Tibinek, meg nevek szerint, meg boss, meg nem tudom, mondom, az nem annyira jó, és akkor mondom, az enyém felirattal egy baromi ronda ilyen kerámia bögrét sikerült beújítani, viszont boldoggá tett, mert lesz saját bögrém. Volt már négy, de mindegyiket ellopták, úgyhogy most ezt megpróbálhatom, hát, nem lopják el. Még az a jó, hogy de mikor az emberek elindul a keze a tiszta bögre fel, és meglátja, hogy ez az egyetlen tiszta, akkor így rögtön vissza is húzza. Úristen, ez nagyon ronda. Ez nagyon ronda. Na, úgyhogy ez volt. De egyébként nincsen hideg, azt néztem, hogy esik az eső, de van egy kis enyhülés, úgyhogy... Na, és most péntek reggel létszes, tetszebbé a hétvégénket, már most mondj valami nagyon jót, hogy gyönyörű idő lesz, és napsütés, vagy legalább hallottam nem most a mesehangulánytól, hogy kisüthet a nap már hétvégén. Aha. Uh-huh. Na, ez nekem már elég, a mesehangulány. Azt mondta. Jó. Hát most akkor megmondom, hogy most akkor mit mondott. Már egy kicsit. Na, tessék, vasárnap 16 fok és süt a nap. Legalábbis az én kis ikonom ezt jelzi. De hát ez az ikon, ez fél óránként változik. Úgyhogy még az is lehet, hogy vasárnap egy kicsit ki lehet menni a gyerekkel. Valóban. Holnap szakadó eső és 13 fok. Úgyhogy változatosan kedvért, hogy végre. Komolyan mondom, tényleg. Tehát, hogy igen, most már egy picit, csak nem, a hideg se baj már, csak úgy engedjen az eső, hogy a gyereknek már fejen állt, rohangált, az ülőgarnitúrát dobbantónak használta, hogy tud messzebbről elugrani. Nekifutásból gyakorolja a tigris bukfencet, és mindig a nyakára esik, amitől a vízlever, hogy kitöri a nyakát. Altatás közben még négyszer jött ki a szobájából, hogy még nem álmos, és tereltem vissza a szobájába, hogy most már azért 10:30-kor picit hunyjunk, azért nem lenne baj. Abba is már. kicsit nem lenne baj. Szóval valahogy le kell vezetni ezt a sok energiát, igen. Ha nem esik az eső, az már jó. Vegyek nektek is ilyen bögrét? Ne. Ja, jó.
Akkor jó, jó, nem, jó, nem, mondom, köszönjük. Megleplek benneteket is egy-egyből, ha szeretnétek. Jó, az csak, nem, tényleg mi most tiszteletben tartjuk, érted? Ne. Neked legyen csak ilyen a cég. De több is volt belőle? Nagyon lehet, sok volt. Nagyon sok volt. Nagyon sokféle volt. Benneteket is megleplek, de először megkérdezem. De hát, nem, ha nem akarjátok, nem akarjátok. Vagy egy Instára tedd fel a bögrét, légy szint, nagyon szívesen felteszem, ha szeretnétek. Jó, de csak délután nézzétek majd meg, vagy munka után. Ne tegyétek tönkre a napotokat. És olyan bicsertek a péntetekeket. Nem egy szép, nem egy szép bögrét, de talán ezért nem nyúlnak hozzá. Mi újság, minden oké, jó volt a tegnap, jó volt a reggel? Hú, hát én ma elég korán keltem reggel, mert egy picit korábban, mint ahogy egyébként szoktam, mert malomtalanítás van nálunk, és én utálom kirakni. Malom? De mi bajotok a malmokkal? Miért a malomtalanítás? Mi bajod van a malmokkal? Kicavannak azok a régi malmok, folyik rajtuk a kis padak, forog a kis kerék. Miért kell megölni ezeket a malmok? Folyik általában, vagy malattuk általában. Na, szóval, hogy van talanítás van ma, és hát én nem nagyon szeretem egy nappal korábban kirakni, mert akkor már egy nappal korábban megjelennek a lomisok, és elkezdik széttúrni az egészet, és hát ők nem annyira akkurátusok, mint én, tehát nem úgy fogják visszarakni, ahogy én azt kiraktam. Úgyhogy, de komolyan mondom, kiraktam, és olyan az egész, olyan jellege van, mint hogy nem tudom, ilyen GPS nyomkövető lenne minden egyes fémhulladékban. Megjelennek azonnal, mint a kezdjük. 10 perc múlva ott voltak. Én rájöttem, hogy szerintem ők telepatikus úton kommunikálnak. Tehát náluk, amit a sirályok, amikor egy sirályt, és megjön az összes, náluk valami telepatikus rendszer működik. Ez biztos, hogy valami magnetikus, morfogenetikus mezőben ők mozognak, és megérzik, hogy valahol rezgés van, és oda gyűlnek. Ez biztos. De örülj neki, mert nálunk az önkormányzat 2 éve nem lomtalanít. Nem onnan. Nincs lomtalanítás, megszűnt. Nincs. Májusban volt, utcákra bontva, nincs. 2 éve nem tudom kirakni a smötyit. A smötyi, de sok a smötyi. Nincs lomtalanítás, aztán oké, köszönjük, elég volt. Hogy ez most a rendetlenségnek szól? Az önkormányzat döntése, vagy aki az, aki jön, a kukás, aki hova utaz, a térsége, hulladékkezelő Kft. Annak a döntése. Egy találós kérdés. Nem tudom, hogy kinek a hatáskör eldönteni, hogy legyen vagy ne legyen, de nálunk 2 éve nincs, és annyi mindent tudnék kitenni, hogy és nem tudok. Hogy gondolj arra, hogy legalább te meg tudsz szabadulni, attól még ha kupi is van. Én még csak meg sem tudok szabadulni. Rendezetek ilyen garázsvásárt. Nem eztem minél senki. Ja. Ez mötyi. Ja, ez mötyi. Azt nem tudom én, mert most így előttem van, jó, hogy, de neked hogy kell kb. Mi volt felsorolva, vagy szórólapban, amit így bedobáltak minden, és most azt mötyit nem láttam rajta. Már arra gondolom, hogy rendelek egy ilyen konténert, és abban mindent bepakolok, lehet, és elvitetem a konténert. Egy negyedik se tudnám megtelíteni, tehát annyi nincs azért. De... olyan nincsen, mert ahogy a konténert lerakják, az egy másik érdekes dolog. A szomszédból mindenki észreveszi, hogy van egy konténer, igen, amit nyilván azért tettek le, hogy te is belegobáld. És mire te kivinnéd a smötyidet, addigra tele lesz a konténer. Uh-huh. 2 utcával lejjebb láttam is egy konténert, el is gondolkoztam, hogy mi lenne, ha beleraknám a smötyidet. Csak nem mertem megcsinálni, hogy éjszaka valaki látja, hogy ott brutálisan pakolok bele régi ilyen vödrök, zsákok, kartondobozok, vasrudak, régi használatlan, elázott íróasztal. Kincses bánya másnak. Hát lehet. Na mindegy, csak akarom mondani, hogy nézd a jó oldalát, mert nálunk 2 éve semmi. Zéro. Nem, de abszolút pozitív. Tehát én marhára örülök neki minden évben, ráadásul ma délután még ugye a veszélyes hulladékokat is össze fogják szedni, tehát hogy gyakorlatilag minden felesleges dolog eltűnik a pecóból. Tehát ez tök jó, de hogy basszus, hogy tényleg hogy csinálják, 10 perc múlva ott vannak, és mintha mindegyiknek lenne beépített a testébe épített fémdetektor, mert abban a pillanatban lecsapott a minden az igazi profi, amiben egy kis fém volt. A műanyag WC deszkák persze ott maradtak, meg ilyenek, meg a régi padlószőnyeg, akkurátosan összecsavarva, összekötözve. De legalább nem dobálta szét, akkor már beljebb vagyunk. Mert ugye azt szokott tenni, hogy egyébként mindent szét. Elmentem szét mellette, picit félek tőle, hogy... Picit félek tőle, hogy mi az, amit ott hagyott maga azért után. Azért ez nagyon átmeneti, tehát ezt jönnek, elviszik, és aztán jön a területfenntartó, és akkor azt utána szépen mindent bedobálnak egy baromelyik kukás autóba, és valahogy utána mindig rend van. Én imádom a lomtalanítást, valahogy úgy érzem, hogy az utca, a kerület, az a község, az úgy megtisztul. Egy ilyen öntisztulási folyamat, amit akkor a szervezetet kivet magadból egy pattanást, vagy valamilyen, nem tudom, lesz a kezeden egy kelés, és aztán meggyógyítja a szervezet. Egy kis smötyi, ez az utcában a lomtalanítás, amikor azt érzem, hogy tisztul az utca, és jobb lesz a levegő, nyugodtabb a szomszéd. A kerület. Na, ez nincs nálunk 2 éve. Aha. És nem értem, hogy miért. Csak nem akarok bemenni így az önkorira, tudod, ilyen tudálékos lokálpatriótát játszani. Hogy... megint itt van. Mondják meg nekem, hová tűnt a lomtalanítás májusban? Vártam, tudod, a kis cetlit, ilyen utca, olyan utca, tök helyes volt, beosztották, hogy a mi utcánkban, május 17 szombat, péntek este kipakoltam,
hajnalban már hallottam, hogy megy a turkálás. Józsi! Nagymamát beültették mellé. Nagymamát leraktuk mellé. 2 évesen. Most már ráadásul onnantól kezdve, hogy kiraktad, az az önkormányzat tulajdona, tehát hogy azt vigyék, azt nekik adom, ott sok már, ott már vigyáznia kell egyébként a lomisoknak is, hogy mit visznek el, meg hogy viszik el, meg van egy idézőjeles tettenérés, mert abból már büntetés is lehet. Az már nem az övék. Nálunk az van, ezt hallottam ott valakitől, hogy van egy telefonszám elvileg, amit ha te állítólag felhívsz, akkor van egy kvótarendszer. És a kvótarendszer arról szól, hogy megnézik, hogy te az hányszor vetted igénybe. És ha egy éven belül csak egyszer telefonálsz, de nem jutottam el ehhez a rohadt bűnös telefonszámhoz. Ezt a számot senki nem tudja. Nem tudom, van, de nagyon senki mindenki megpróbáltam kezdeni, nem tudja senki ezt a telefonszámot. Akkor kijönnek, és kipipálják, hogy te ezt igénybe vetted egyszer, és elviszik. Azt mögyit. Aha, te érdekes. De nem láttam még soha plusz autót jönni, nem láttam még igénybe venni valakit ezen szolgáltatást, és én sem tudom a telefonszámot. Állítólag ez nem, és ezt egyszer tudod igénybe venni, kétszer nem, meg megjegyzik. Ez egy feljegyzik. Elírják, füstjelekkel kommunikálnak. Ezt nem egy sivatagi barlangban találták, és nagyon régi pergamenteket sem van rajta. Ez a história. Igen. A titokzatos telefonszám, amit ha felhívsz, egyszer kijön, de csak egyszer, és még egyszer, de hív. Ha valaki tudja, hogy én hol lakom, és ő is ott lakik, mert nem akarom bemondani, akkor írja már meg, hogy én is ott lakom, mert szoktalak látni téged, és tudom a telefonszámot, és küldje már el, mert azonnal följövöm őket, és elhasználom a kvótarendszeremet. Erre az egyet. Hány éve laksz ott? 4 mondjuk. Most már 2010 óta körülbelül. 5 kvótád van. Nem, mert hogy volt lomtanítás, még az elmúlt 2 évben nincs. Ja, aha, akkor 2. De nem használhat, tehát hiába van, hogy nem használhatsz egy évben. Nem gyűlik össze. Nem, egy évben egy. Egy évben. És ha nem használtad, akkor az megy a levesbe. Csumesz. Jó, szerintem csumesz van, vége van. Csumesz van. A smötyit nem tudod kidobni, vége van. Szerintem zárjuk most nagyon gyorsan, rövidre ezt a dolgot, hívjuk fel a bocsit. Én mindig mondom, hogy ha sokat szórakozik, meg beszólogat, leteszem a szelektívet az ajtaj elé. Hogy ezek után is. És oda is. Mert eddig megtettem. Nem, most ki is öntöd. Eddig csak letettem a bocsi udvarára a szemetet. Most már átviszem a lomtanítási cuccokat is. A vaskeretet, meg az elhasznált nem tudom, régi agyonázott íróasztalt, 2 malteros vödlött festékkel, meg 1 liter lugos folyadékot. Igen. De tavaly csináltuk a házfelújítást, ez még abból van. Azoknak a lomis részét szeretném már elvitetni. Ennek egyrészt nem tudom mi, a másik rész ez meg veszélyes hulladék. Amit lehet, mi mindent odaadunk mindenkinek, tehát ez már olyan, amit te bogaráztál, mint Yoda 10 percig, de nem tudnád már teste, azt mondod, Bali, reménytelen, ebbe tényleg nincs semmi. Én mindent megpróbáltam, basszus, ebbe nem tudok elvinni semmit. Tehát tényleg ez a régi beszáradt festék, tudod, redőny részletek, tokok, vaskeretek, szóval, hogy egy ilyen semmi haszna. De átjöhetsz megnézni. Mit? Egy csomó hely ott a felszabadult, hiszen kidobtam a saját smötyinket, most már igazán átrohanhatnék hozzátok, hogy összeszedjem a tiétek. Egy utánfutós ladanyívával. Dudász 2-t felpakolok, már vérted is. Ez a beszéd lerakom a Gáborék elé. Szerintem igen. Korrekt. Teljesen korrekt. Figyelj, hogyha de csak azért, mert a Gabi biztos tudja a számot. Így van. Igen, de tudja így. Bocs, Gaben. Bocs, ezt te biztos tudod a számot. Igen, bocs, Gaben, te biztos tudod a számot. Ha nem, csörög, Bali. Kijön és ne, írd el, hogy doszpoték. És elindítanék egy ilyen körláncot. A doszpoték leraknának hozzá, én leraknám az ördögnóriék, az nőri nóriék leraknák a gombosodinához, mindenki raknám mindenki. Gombosodik most nincsen. Amerikában van. Ez ha nem túl magas a kerítésük, be lehet hajigálni az most magarra. Kell letenni a gombosodináik elé. Igen. Hiszen nincsenek otthon. Ez, nem tudom, eladták a házat, vagy nem. Figyelj, azt kellene csinálni, hogy tényleg csak így a terelésképe, hogy azért az álcázás az egy picit profil legyen, hogy szerezni kéne valahol a néhány TV2-s nejlon szatyrot, dobozt, stb. És egy részét, egy részét ilyenek beted le a gombosék elé. Akkor tudni fogják, hogy az tényleg hozzájuk tartozik. És mi van, ha régi bumerágos szatyrokba teszem le? Az se rossz egyébként. Tudod, ilyen repis ajándékokkal, mint egy már a Gabiékra terelve a figyelmet. Uh-huh. Az tehát összezavarom ott a szálakat, ahol lakom. Azért nem jó, mert fél óra múlva ott dedikál Boros Lajos. Az is igaz. Na jól van. Azt mondta, hogy Balázs, ott, ahol te laksz, ha jól tudom, ez az évente egyszer kijönnek ingyen. Nálunk is voltak 2 hete, 4-re ígérték, és ott is voltak. Zsuzsa írta, köszi Zsuzsa, csak a számot küldjétek el, hogy mi a szám, kit kell fölhívni.
Azt mondja, Balázs, nyugodtan keres, az én konténerem nincs teli, szívesen elviszem. Mocskos úr írta nekünk, mondd meg, hol a konténer, és áthordom oda. Nagyon szívesen, ha éjszaka látsz egy simaszkos csávot lopakodni két festékes üveggel vagy dobozzal, akkor az én vagyok. Balázs, mi már igénybe vettük, működik, ne aggódj. Kaptam egy számot, ez lehet, hogy lehet, hogy jó lehet. Nálunk is pont így van, tavasz óta ér egy hallgató. A szemétdíj számláján van a telefonszám. Hoppá. Aha, és van neked ilyened? Hát mi vagyok én, Galambos Lajos? Hát persze, hogy van. Hát, érkezik havonta, megjön, befizetem. Hát te, hogy nem, hozzám bizony. Illegálisan viszik a szemetet. Egy illegális kukásautó. Persze. Hát hogy ne. Hulladék keze, és térsége hulladék kezelő Kft. Ettől jön a számla. De tátán is, mert csak nem, picit egy hang. És van matricám is a kukán, nektek is, vagy nincs. Hogy érvényes, 2015-ös kis vinyetta, föl van ragasztva. Ja, azt hittem, hogy Kawasaki STP. Igen, óvatosan, mert a szemetem is nagyon drága, persze. Igen, nem, rajta van. Egyébként egyszer ki lehet hívni a kukásokat egyeztetés után, és szombaton elviszik a lomit. Na, hát erről beszéltem. És mit raktál ki? Mi az, amit még te is kiraksz? Engem az érdekel. Ugye, mi az, ami még neked se kell, és nem egy sufniban gyűjtöd, és nem valahol letakarod egy nellonnal, és azt mondod, hogy jó lesz ez még. Tehát mit raksz te ki? Mit raktál ki? Na, a régi helyesírás. És Schmidt szóltál, mert most megjelent az új is. Schmidt, Mária, mit raktál ki? Na mondd. Mária, volt benne régi fregoli, volt benne három régi padlószőnyeg, volt kettő darab műanyag idézélbe WC-deszka, meg volt egy ilyen kis kézikocsi. Meg ilyen vonyigat lettetek. Mit? Egy jó vonyiga. Egy vonyigataliga. Tehát nagy kombó, a padlószőnyegekkel nem tudtam mit kezdeni. Nem, sajnos nem. Oh. Sajnos nem. Azt kérdeztem egyébként, hogy állatmenhelynek jó lenne-e, de azt mondták, hogy ők inkább a papírt, a kartont kultiválják. Aha. Mert az cserélet, a padlószőnyeget ugye nem tudják takarítani. WC-deszka, a régi fregoli. Nagyon. Ez azt is jelenti, hogy vett új WC-deszkát. Ugye? Új fregoli, új WC-deszka. Csak a mazarlás. Ugye? Hogy azért, hogy de megszaladt. Hát, ha láttad volna azt a DC-deszkát, megörököltük. De és nem, természetesen semmi gond, nem enni lehetett volna róla. Édes jó anyámnak még volt egy fafregolia, rendesen középen, ilyen betámasztóval. Igen. Tudod, már ugye most már nem ezek a fémeket. Az egy idő után kikopott. Kikopott, igen, nem tudtad berakni lötyögöt, de ez a klasszik, régi fafregoli, még emlékszem rá gyerekkoromban, nagyon szerettem. Csak aztán, igen, hát megfáradt. Megfáradt szegényke. Na jó van, vasad nincs. De van. Szedek rendszeresen. Tedd ki azt is, hát ha. Nem, van egyébként, hál' Istennek ott a közülünkben van egy ilyen hulladékfémes, és oda akarok átvinni, van egy ilyen régi kapunk. Például. Én arra gondoltam, hogy már kiteszem úgyis, hogy elmegyek a médiamárba, kérek egy ilyen LED TV dobozt, belerakok mindent a dobozba, és kirakom csak a dobozt. És azt hiszem, hogy a LED TV, mi? Hát, ha fölkapják, elviszik, sógorék, és ott bontják ki valahol már az utca végén, és akkor rájönnek, ilyen, hogy... Attól lehet tartani, hogy utána pedig... Visszajönnek. Igen, vagy visszajön, vagy az ergőben köt ki. Tehát, hogy nekünk volt olyan, hogy padlószőnyeget cseréltünk le, és az új padlószőnyegnek a csomagolásába raktam bele a régit. Szépen visszacsomagoltam, kiraktam. Megállt egy autó, ezért feldobáltak mind a hármat, és elhúzta. Érted? És aztán, amikor otthon kinyitották, kigöngyölítették a kis szőnyeget, akkor jöttek rá valószínűleg, hogy milyen kedves állatunk lehetnek otthon, és milyen szép foltokat hagynak maguk után, de akkor nagyon örültek neki szerintem, mert látták, hogy új. Na, nincs más. Nem. Hát kell hordanom a Gáborékhoz. Hát, csörögjünk rájuk, és kérdezzük meg a telefonszámot. Hogy? Gabi. Gabi. Néha adás vagy. Nem, mondd a számot. Kit kell hívnom, hogy elvigyék a lomit? Nekem nem tudom, melyik utcában lak. Tudom, melyik a te házat lerakom. Na, megjött a telefonszám egyébként. Na, jó van. Hogy állunk játékkal? Nem tudunk ismételni, mert elbeszéltük az jól. Időt. Hát, már ugye a hét közepén megvolt a hét. Aztán tegnap mit játszottunk? Tegnap volt egy ilyen... Egy ilyen kinkeserves... Nem, egy gyönyörű győzelem a hallgatók részéről. 3-1. Kinkeserves győzelem. Hallgatók részéről 3-1? Igen. Hát akkor... Miénk a akkor jók vagyunk. Mindegy, hát lehet akármi is. Akkor jók vagyunk. Jól van, oké. Na, drága hallgatók, jelentkezzetek akkor játékra. Jó.
és írjátok meg. Írjátok meg, hogy kivel szeretnétek játszani, miért szeretnétek játszani. Arcoskodhatok is egy picit, ha jól esik. Mi meghallgatjuk a híreket, fél hét van pontosan, ha van friss közlekedés, küldjétek azt is. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és vannak friss közlekedéséreink, mondom is, hogy micsoda. Az M7-es Sóstói pihenőjénél egy sávra terelik a forgalmat, az eső szitál csúszik. Dév küldte nekünk, egy troli levarobban a Hungária úton, Hungária körúton, kezd dugó lenni. Pontyó üzente nekünk. Köszönjük szépen. M1-es, van még egy M7-es Budapest felé, igen, a Pákozdi pihenőnél. Trafi Balage üzente nekünk. Köszönjük szépen. Nagyon fincsi ez a reggeli, amit hoztál. Jó, bocsánat. Ja, semmi baj, egészségetek. Jó, jóféle kis reggeli, egy kis házi baj, egy jó kis házi baj, még ha szerván hűtőben van valami. Ha kiszaladnál esetleg valahol egy kis házi baj. Nem kicsi bajacska a kenyére. Nem volt otthon. Kacsazsírom volt, de azt nem akartam hozni. Jó kis kacsazsír. Bár mindenre ne ostorozd magad, hát ne ostorozd magad, hogy hozzam, ne hozzam. Tedd be a kis kosárkádba, hozd, aztán majd meglátjuk, jó, hogy legközelebb gazdára találod, de nagyon, nagyon, nagyon kincsi. Sajtok is vannak, ettél, nem ettél? Nem, én hozok ilyenkor magamnak mindig, nem tudtam, hogy Feri hozni fog, úgyhogy lepattan róla még a sajt is ilyenkor. Minden, neki felépített. Ő becsomagolta, az úgy van. Felépített rendszere van. Ki van porciózva. Van. Megvan, megvan határozva az ebéd, a vacsora, már tudja, mi lesz vasárnap. De hát ha csomagolok estére? Nem, már megvan, nem, a vacsora. Nem eszek sajtot, addigra meg már megvan, már az is ki van találva. És ha holnap reggelre csomagolom? Nem, reggel meg nem eszek, csak majd délben, de valószínűleg meleget fogom lenni. Nem, köszönöm szépen, hogy nagyon kedves vagy. Sajtot, én tudatos életet élő ember vagyok, én nem spontánkodok csak itt mindenfelé. Itt nincs reggel beleszik egy szelet sajtba. Hát előre 3 napra megvan, hogy hol ebédel, mi az édesség, mi vasárnap estig be van táblázva. Nincs itt ilyen semmiféle spontaneitásnak helye. Én tudatos ember vagy. Világos. Belekostál a ti olvasatotokban, kényszeres, de én igen, tudatos. Igen, nem akartak összesajtozni, de hazudj. Nyilván nagyon sokan tudják vasárnap estig, hogy mit fognak enni, napi 4 étkezésre lebonthat. Kalóriára mész, vagy ízre? Is. Aha. Is. Mind a kettőre odafigyelek. És az egyikkel kompenzálom a másiknak a bűneit, vétkeit. Na, megnézzük, hogy kivel játsszuk a héten utoljára. Jó, itt van a játékosunk már is. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Szia. Jó reggelt kívánunk, Dávid, hello! Honnan hívtál minket? Pécsről hívtalak titeket. Pécsről, hát az jól. Pécsről. Jól hangzik. Milyen az idő, esik ott most, vagy hideg van, meleg van? Itt is nagyon ramagy az idő, egész éjjel esett, úgyhogy katasztrófa. Igen, nem állunk túl jól. Hát nem. Nem állunk túl jól. Kivel szeretnél játszani? Janival szeretnék. Janival. Egyet. Jó, játszunk. Jó választás. Jó választás. Indíthatjuk az órát, meg vagytok? Indíthatjátok, igen. Na, akkor minden más kiderül majd a játékban. 3-2-1, tessék. Dávid, Pécset mondtál, ugye? Pécset mondtam, pontosan. Kérdezhetnék, Jani? Persze, parancsolj. Kérdezni szeretnél? Pontosan, képzeld, én Siklósról származom. Nagyon szép. Ugye ott a Siklósi vár. Imádom. De voltál már ott? Természetesen többször is. És te? Én is. Már sokszor. Most volt egy nagy felújítás, homlokzatot. A külső várat is felújították? Csak a belsőt. Csak a belső részét. Csak a kastély részét. A pontosan. Kedvenc részem a várból a Barbakán a kapuerőd. Az egyszerűen gyönyörű. Fantasztikus. Neked van kedvenc részed a várból? Nekem is a Barbakán. Nagyon szép. Nagyon szép. De az egészet szeretem. Mesélj még róla, örülök minden én aktuális információnak, ami várakkal kapcsolatos. Na, hajrá, toljad. Nehogy passzív legyél a végén. Szeretnél passzív lenni? Dehogy is. Képzeld, voltam ott, parkolóőr is. Vége van, valami. Vége van, vége van, vége van, vége van, hál' Isten, vége van, vége van. Gyerekem, te két vár őrült, úgyhogy, hogy én bizseregtem az izgalomtól, őrzogtam, beleborzogtam, annyira durva volt, mikor két vár őrült így beszélget, úristen, de jó, még 10 percig nyomtátok volna, Istenem, ha minden este ott lennétek, de jót tudnék erre aludni, jót tudnék erre szenderegni, a betyárját.
Na jó van. Hát hosszúnak tűnt, de letelt, és szerintem nem, nem volt tiltott szó, egyik voltak részéről sem. Úgyhogy megvan az ajándékcsomag. Aha, igyekeztem, próbáltalak tolni abba az irányba, de hát most ez nem jött össze. Ügyes vagy, Dávid, tényleg. Köszönöm szépen, köszönöm. Küldjük, küldjük neked. De és ha majd a külső várat is felújítjuk, akkor végre lesz. De így is nagyon szép, menjen mindenki, és nézze meg. Akkor megint beszéltek. Csöröggel. Jó? Rendben, rendben, köszi szépen. Ciao, köszi. Köszi, szép napot, sziasztok. Ügyes voltál, gratulálunk, ügyes voltál. Hello, Dávid. Egyébként tényleg, lassú volt, kimér, de nem mondta ki. Nem mondta ki, úgyhogy ami jár, az jár. De a hét eredményén nem változtat. A hét eredményén nem változtat, mert hogy 3-2-re... Hát ez van. Ahogy kell. Így alakult. Ahogy kell. Behúztuk. Behúztuk a hetet. Na, azt mondja, hogy... A nép követel egy fényképet Feri hűtőjének a belsejéről. Tudni akarjuk, hogy néz ki a nagy ember. Úgyse hinnétek el. Azt nem lehet. Nem, nem, nem. Azt nem hinnétek el. Azt a csodát, ami ott van. Ott egy más világ. Benéztek, ott állatok rohangálnak, mezők vannak. A hűtőben vannak, nem? Tehenek legelnek. Tehát ott így, hogy az ajtó is Narnia krónikájában szekrény, tudod, egy szekrény mögött, egy másik világ van. Így, igaz? Másik világ van a hűtőben. Egy szobában vannak bezsúfolod a négy, a többi három szobában pedig egy hűtő van. Az egy hűtő. Na, 4 perc, pontosan 7 óra. Újra meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk 8 perccel. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Péntek van, hát azért ez jó hír. Jó, hát. Ez jó hír. Persze, hogy jó. Jó az ennek idő, 20 fok lesz ma. Pici esővel. Van esőkabát, gumicsizma. Ez is igaz, na, így van. 20 fok? Hol hallottál te 20 fokot? Hidegben. Nem áll, komolyan. Esküszöm. Tényleg? 20 fok az hangulány. Egy több nagy szobában is 20 fok lesz az országban. Az egy picit erősnek tűnik az a 20 fok. Aztán persze lehet, nem tudom. Hát én most ilyen 13-at látok holnapra, hát és 14-15-öt mára. Ma mondtam. Ma 20, megnézzük, hát adja Isten, hát legyen 20. Legyen 20 fok, hát nem lenne azzal baj. Szeretnénk, csak az eső álljon el egy kicsit. Nem? Hát, figyelj, nem mindegy. Nem. Majd én válaszolok. Fene se tudja, nem. Na, Robert Károly körút Árpád híd felé Honvéd kórháznál Pityke őrmester lesen van, Bácsó üzeni nekünk. Aztán az M5-ösön hogy lehet Győr felől érkezni az M0-áshoz, kérdezi valaki? Ezt nem tudom, az M1-esről lehet. Ezeket nem értem, ezeket az SMS-eket. Össze akar valaki zavarni. Most miért csináljátok ezt? Most nincs jobb dolgot? Nem gondolom, a közlekedési hírben Katánál elhangzott valami, csak lehet, hogy akkor félreértettétek, vagy esetleg ne adj Isten, ő mondott rosszul valamit, nem tudom. Lehet, hogy az M1-esre gondolt, ha Győr felől kell érkezni, és az M5-ösre, ha a Szeged felől, és az M7-esre, ha a Nagykanizsa felől. Nem tudom. Nem hallottam. De segítsetek nekem, hogy miben hírekben tudok én segíteni. Szendély Katalin pusztán kerékpár utat építenek, és 30-as tábla van emiatt. Figyeljenek az autósok, ezt Viktor kérte mindenkitől. Jó reggelt, az M7-es Sóstói pihenőjénél egy sárva terelik a forgalmat, az eső szitál, csúszik, Dév küldte nekünk, valamint a Hungária úton lerobbant egy troli, és emiatt kezd dugó lenni. Bizony, a BKK-nak a Facebook oldalán fel is van már, hogy a 72-es trolinak, illetve a 74-es trolinak a vonalán emiatt a jármű miatt, pontosan a lerobbant jármű miatt pótlóbuszok járnak bizonyos szakaszokon. A begyárját. Jó, akkor ezt is elmondtuk. Bari Anderson, Conga 7.30, mit mondasz? A 7.30 az mi? A 7.30 az 7.30. 7 óra, akkor 30. Ja, azt hittem, hogy 7.30 az ott, vagy nem tudom. Nem, 7 óra, az egy tulajdonképpen. 7.30 a kis mutató, itt a nagy mutató ott, és az a 7.30. A kis mutató elhagyta. Na, hetet a nagy mutató pedig hasít a 12 felé. Igen, ma egyébként jó meccsek lesznek, csak egy mondat. Nadal Wawrinka, Anderson Tsonga. Egy mondatot mondat róla. Anderson Tsonga, Nadal Wawrinka. Tenisz kedvelőknek ajánlanám a Tenisz TV applikációt, ezáltal a munkahelyükön is egészen nyugodtan tudják nézni. A munkahelyeteken, értitek? A munkahelyeteken, ha van egy kis időtök, a munkaidőben tudjátok nézni a teniszt.
A tenisz névi applikációval. Hát meg nem mondom. Én a Nadal Wawrinkánál két olyan, négy olyan bizonytalan ember, hogy mi lenne, ha lenne. Már hogy bizonytalan, de ő sem, ne ő sem. Nem, tehát a Nadal az még egyelőre formán kívül van, de egyre jobb. A Wawrinkának, ha jó napja van, mindenkit megver, ha rossz napja van, megveri saját magát. Tehát nehéz mit mondani. Anderson Tsonga, én ott inkább a Tsongát mondanám, bár a Kevin Anderson kemény pályán egyébként elég akkor jó. Kettő, Anderson Tsonga az kettő. Anderson Tsonga az kettő, így van. A Nadal Wawrinkánál, én most szerintem a Nadalban van annyi, hogy lehet, hogy megveri a Wawrinkát. Egyre jobb. Én úgy drukkolok neki, és nekem annyira hiányzik, hogy ott legyen újra, úgyhogy mindennél nagyobb Nadal fenn vagyok mostanában. Mindig a gyenge mellé állok. Tehát amit mondasz, annak az ellenkezőjét kell megfogadni? Nem, úgy értem, hogy most Nadalt nyomom egy kicsit jobban. Na jó, de azt mondod, hogy mindig a gyenge mellé állsz, tehát ezt a mérkőzést Wawrinka fogja megnyerni. Lehet. Hogyha pénzt akar keresni, az fogadjon. Igen. Wawrinkára? Nem, hát azt mondta, hogy a gyenge mellé áll. A gyenge mellé úgy állok, amikor Alonso szenved, neki drukkolok. A Nadal évek óta, vagy egy éve, másfél éve sérült volt, és formáján kívül van, és nagyon szeretném a visszatérni, és nagyon drukkolok neki, és hajlandó vagyok még mondjuk egy Federer ellen is, akár néha-néha a Nadalnak drukkolni, csak azért, hogy visszatérjem. Akkor hajrá Tomics, mert ő Djokovicsal játszik. Hát az Djokovics egyértelmű. Igen, de azért hajrá Tomics. Mert ő a gyengébb. Nem, úgy értem, hogy úgy gyengébb, aki egy adott meccsen gyengébb, hanem aki mondjuk egy éve bajban van, mint a Nadal, aki egy óriási sportember, és egy éve dolgozik azon, hogy visszatérjen az élmezőnybe, és hihetetlenül küzd, és hihetetlenül akar, és van 12-13 grenzleme, már rég hátra kéne dőlnie, de még mindig olyan tűz van a paliban, és annyira tudom, hogy vissza fog térni egyszer, hogy szenzációs. A szeniorok közé biztos. Nem, csak fizioterápiára visszatér. Csak nem. Ott a Gyoko, szerintem zokszó nélkül megveri a Tomicsot. Ügyes fiú, de még a Gyoko az. Nagyon sok pénzt kellene rakni a Gyokor egyébként ahhoz, hogy bármennyi visszajöjjön. 1-0-5 mennyi? 1-0-1. Na, de hát ezt érted. És mennyit adnak a Tomicsra? 8-75. Értem. Jó. Na, megvan, hogy mi van itt az M1-es és az M5-ös történetnél. Na, szerintem. Na, késült ki a szálakat. Annyi, hogy Kata véletlen szerintem rosszul mondott valamit, és torlódás van az M5-ösön, azt mondta, mert az M1-esen aszfaltoznak. És azért lett torlódás, mert a Kata rosszul mondott valamit? Igen. Neki köszönhetjük. Azért lett hihetetlen torlódás. Helyre teszi ezt szerintem már. 7:30-kor hibázott, és ezt értette félre, vagy ezt nézte. Na, hoppá, leesett a telefonom, de hát baj nem lehet, még jobban nem tud eltörni. Igen. A Verod nem csinálta meg? Nem voltam még nála. Ja. Azt mondta, hogy figyelj, Bali, 51-jére nem. Márvány mintás az előlapok. Én úgy hívom. Egyébként. Én úgy hívom, hogy márvány mintás. Rockford mintás, igen. De mikor vettétek észre először a saját gyereketeken, hogy elkezdett hasonlítani rátok, ha egyáltalán észrevettétek? Vagy mikor láttátok a saját feleségeteken, hogy hasonlít a saját anyjára? Arra akarok kiukadni, hogy szerintem... Azt nem is akarom látni. Bocs, mama. nagyon szeretem a mamát, de bocs. De arra akarok kiukadni, hogy egyszerűen két dolog van. Az ember vagy próbál menekülni attól, amilyenek a szülei voltak, és mégis rájössz, hogy egy idő után mindent ugyanúgy csinálsz, ugyanúgy beszélsz, és amikor felemeled a hangodat, akkor rájössz, hogy az anyád is ugyanezt mondta neked. Vagy rájössz a gyerekednél, hogy ugyanúgy csinál mindent, ahogy te csinálsz dolgokat, és egyszerűen nem tudod megszakítani ezt a sorozatot. Most nagyon sok ilyen jelet figyelgettem így az elmúlt egy-két hétben, és jöttem rá arra, hogy a Viki is nagyon sok mindent úgy csinál, mint az anyja, és ezzel az őrületbe kerget. A Benny is elkezd olyan dolgokat átvenni, akarva akaratlanul, de a dolog nagyon érdekes, hogy egy-egy tulajdonság, egy-egy mozdulat, egy-egy hanghordozás vagy mondat, mennyire hozott dolog, és te azt a hozott dolgot adod tovább. És ilyen láncban működnek a családok, és mindenki szépen, a nagymama, ugye gyerek, unoka ugyanazt építi fel, ugyanazt csinálja, és ugyanolyan lesz. Ez egy marom érdekes dolog, de mégiscsak nyilván van azért ebben egyfajta tudatosság, hiszen családról van szó, de nagyon sok ilyen jel van. Jó dolgokat vettél észre, vagy rosszakat? Mert azért ez sem mindegy. Attól függ, hogy kinél. A Vikinél rosszakat? Tehát attól függ, hogy kit nézel, a saját gyerekedet nézel, és jössz rá, hogy ugyanolyan, mint te, és örülsz neki, hogy úristen, ezt is én csináltam, vagy a feleségednél jössz rá, hogy úristen, Jézus Mária ugyanolyan, mint az anyja. És akkor értetted a hanghordozást. Igen, mindent tudok, jó, adjuk. Engedjük el, nézzük csak a jót.
Nem, de a Viki anyuka eredmániás, totálisan nagyon durva. Tehát, hogy én elképesztő módon. Na most ugye hát nyilván együtt élsz a lányával, nem történik más, én nem tudom nálatok ez hogy megy. Nem tudom letenni, de én szeretem megtalálni azt a kabátot az előszobában reggel, amit én ugye letettem oda. Képzeld el, de még a fogasra is felkapták. Most már azért így az elmúlt években egészen jól szocializált lettem. Elpakolja. Elpakolja azt a cipőt, amit szeretnék másnap felvenni, elpakolja. De rájöttem, és nem jön rá, nem ránézel a cipőt, és nem látja rajta, nem. Hogy másnap ezt szeretnék. Ilyenkor felvenni. Van egy ilyen nagyon messziről induló beszélgetés, hogy Viki, hogy hívják? Kedves 10 cipőm, nincs is összesen 10 cipőm. Hogy hívják ezt a helységet, ahol vagyunk? Előszoba. Mondom, na, mi az előszoba funkciója? Hát messzire indítjátok. Nálunk ezek a beszélgetések. Mire való a fogas? A kabátok tárgyas. Miért kell elrakni a szekrénybe? Az történik, hogy hajnalban egy elemlámpa funkcióval botorkálok a szekrénybe, és próbálom az előző nap felvett kabátomat megtalálni, mert nem lóghat a fogason. Nem de lóghat nem a fogason. Biztos, mert ő nem tudja, hogy de miért nem lóghat egy kabát a fogason? Mondjátok meg nekem, mit kódoltak azért? Át a nők agyába. Mert miért nem, van ez? Mert szép nem az a fogas, tudja. És nem látszik. Így van. Ez van, hogy négy üres fogas áll, és minden el van pakolva. Mutatos az a fogas. Fogas. És rájöttem, hogy az anyja ilyen. Aha. Ami jó, mert átjön és nálunk mindig rendet rak. Tehát ezt nagyon szeretem benne, hogy tök szép rend lesz. De nem lehet, hogy most is ő rakta le cipőket meg a kabátot? De és inkább átjárogat és rendet rak? De nyilván én is átvettem egy csomó mindent az én anyámtól. Nyilván... Ki van oda, hogy senki! És lehet valaki porszívozik a nagy szobám hajnal kettőkor. De hogy közben egy csomó jó dolgot is átvesz az ember, és akkor erre így rájössz, és azt mondta, hogy oké, nem tudom hibáztatni. Mert valószínű, hogy ezt ő is otthonról hozta, mint egy ilyen tanult minta, amit az ő anyukája ültetett el, benne, mert rendmániás volt, vagy nem tudom mi volt, érted? És hogy nyilván a gyerekekben is meg lesz ugyanez, amikor az első mozdulatot meglátod a gyerekednél, vagy a hanghordozást, vagy hogy ugyanolyan, mint te, nekem olyan felismeréseim vannak, és annyira jó. Na de várj, fordítsuk meg egy picit ezt a dolgot, tehát hogy nem lehet, hogy esetleg a te családodban volt valaki, aki hasonlóképpen messziről indította ezeket a számon kéréseket, tehát például a Viki nem ismerhette fel benned, például anyukádat, amikor azt mondtad neki, hogy na, akkor beszélgessünk egy picit. Mire való az előszoba? Mire való a fogas? Hogy hova? Kell kezed most? Így van. Tehát hogy lehet, hogy ilyenkor meg anyukát köszön vissza egy az egybe ezzel a ahogy hívják, a picit megmagyarázom a dolgoknak. Lehet, úgy is tudod, persze, de most akkor már tudod az első pillanatban, hogy mit akar kérdezni, de azért még végigcsinál veled egy ilyen nagyon kellemetlen, nagyon kényszerű, hosszú, unalmas játék. De az én beszélgetésem, az én kérdésem azok nem kioktató jellegűek, csak szeretném meggyőzni a feleségemet arról, hogy én értem, hogy a nő és a férfi gondolkodásában nagyon-nagyon nagy különbség van, de higgye, hogy van valami a férfi gondolkodásban, hogyha odarakod azt az előszobába, és fölakasztod rendesen, üzemszerűen azt a kabátot, azt nem kell reggelre elpakolni a fogasról. De valószínűleg mert a fogas élvezi, hogy a rendeltetett sorsát ő bejárhatja, és lóg rajta egy kabát. Miért hagyjuk a fogasokat ott szenvedni egyedül? Egy olyan élménye, hogy tavaly előtt össze fölrakta egy kabátot, és még két év után is ott lógott a kabát? Tessék? Tessék. Kinek van még cipője? Kérdezi ezt most is a feleségem. Viki. Ki hagyta kint a cipőt? Akkor nézzük meg a beszélgetést. Hogy hívják ezt a helységet itt? Na. Mi ennek a neve? Mi az ott? Egy cipőszekrény. Mit lehet alá betolni? Be lehet tolni a cipőket. Van két cipőm az előszobában. Bűntkövetek kéne, hogy kettő darab cipőt tartok az előszobába. Mire jó az előszoba? Főzzek ott? Nem akarok. Zuhanyozzak le? Nem tudok, nincs bevezetve a víz. Tessék? Csak az enyém. Hát mert persze, hát mert én rendeltetésszerűen használom az előszobát. Mondjuk azért... Értitek, hogy nem egyszerű? Ez szörnyű, hogy kin van a három cipő. De az mit jelent, hogy csak a tiéd? Mert a többit elpakolja. Vagy mindenkinek ott van a cipője, vagy senkinek? Hozd ki az övét is. Hova? Nem az tudom, mert nem találom már az ő cipőjét, nem tudom, mindig elrakja. Ő olyan steril, hogy ő mindent elrak. És a Beninél jöttem rá, például ugyanolyan, mint én. Tehát a Beni úgy vetkőzik, ahogy én vetkőztem gyerekkoromban. Jön föl a lépcsőn a garázsból, már a kezében a kabát engedi el egy nagy mozdulattal, rúgja le az egyik cipőjét, a másik cipőjét még félig magá hagyja, megy be az előszobába, rájön, hogy cipő van rajta, visszamegy és bedobja. Kézmosásnál egy ilyen pici alibi úgy, hogy mintha kezet mosna, de már csavarodik ki a kezemből, és már megy játszani, és rájöttem, hogy úristen, ezekkel a mozdulatokkal csináltam én is. És anyám visszavitt, fölakasztotta a kabátot. Pakolj el össze magad. Hogy te milyen érdekesen öröklődik a dolog. De nem? Az meg hogy még, ez így átszáll. De várjál, az is érdekes, hogy a Benni miért téged vett, tehát, és miért nem a Viki rendmániáját. Na? Mert az melósabb az érdek sokkal ez igaz. Nem tudom, a Vikitől is átvett egy csomó mindent, baromi hasonló az ízlésük, ugyanolyan dolgokat szeretnek, ugyanazt eszik, tehát hogy nagyon sok mindenben hasonlít a Benevikére.
De közben, amikor a saját gyerekedben látod a te mozdulataidat, vagy ahogy leszáll a bringáról, hát azon mindig elcsodálkozom. Én úgy tudtam mindig lesz, hogy még menet közben ott volt kitámasztom. Hogy eldőltem balra. És a gyerek, és én most a bringámat úgy teszem le, hogy már kitámasztom le, akkor meg próbálom a Beninek átadni, hogy vigyázzunk a dolgainkra. De tényleg, tehát ne szállj le úgy a bicikliről, próbáld megbecsülni. De tudom, a gyerekkoromban már láttam anyámékat az erkélyen, és úgy szálltam le, hogy betekertem, és már dőltem el, levágtam a tacskót brutálisan, és már rohantam föl a lépcsőn mondjuk ebédelni. És a Beni ezt nem láthatta tőlem, mert nem így szállok le. És így száll le a bicikliről. És ezek közben azért nagyszerű felismerés. És akkor visszahívod, elmondod neki, hogy vigyázzunk rá, támaszd a falnak, ne csináld, nem így kell leszállni. És nem mondja, hogy apa, te ismered tőlem, ezt nem látja. Csúnya az utcában. Az mondjuk a jobbik esetben, igen. 40 évesen, és a szomszéd szép volt, Bali, láttam, leszálltál. Nektek van ilyen, amit így láttok a saját gyerekekben? Vagy anyós feleség? A bringázásban nálunk a fölszállás, a vicces, azon mindig halálra röhögi magát a béka, mert én úgy szállok föl, mint vidéken a rendes emberek, hogy odaállsz a bicikli mellé, a bal lábadat ugye fölteszed. És elkezded hajtani magad? Egyet hajtasz, egyet meglöksz, és átrakod a másik lábad, de már gurul a gép. És van két liba hátul itt. Persze, meg egy gázpalacka disznó pörzsölés. Hol van a pörzsölő, igen. Az teljesen indokolatlan, de én is ezt csinálom. Ugye? Így a nénik szállnak fel. A nénik szállnak, és soma. Ez nagyon papás. Kettőt löksz rajta, tudod, hogy lendületbe legyél, és úgy. De te hogy szállsz föl? Te előfölszállsz? A bringára áll a bicikli. Hát én már nem is tudom, hogy szállok föl, de nem ezzel a nyugger módszerrel, hogy hajtom magam, és egyet löksz, és már... Viki pedig meglöki hátul. Na, és például nálunk Soma pont ugyanezt csinálja, a béka sírva röhög rajta, mert a kis biciklivel is ugyanezt nyomja. Átteszi a lábát, és akkor azt ugyanaz. Mondjuk, na jó, de valószínűleg ezt látta. Ezt tanult, igen. Tehát ezt tanult. Tehát ez egy olyan dolog, hogy látta, hogy apa így száll föl, és akkor te is így száll, vagy akkor ő is így száll föl. Na, de hogy csontozz ki például egy pulykát? Azt hát, de azt is látta. Számtalan szor. Szóval mi ebben nagyon-nagyon sokat vívunk, és amikor rájöttem ezekre a hasonlóságokra, akkor már kevésbé tudok rá azért haragudni, hogy elrakja a kabátot, mert csak inkább szánom. Abból a szempontból... De jó, nem úgy értem, hanem azt mondom, hogy értem, mert hozod otthonról. Tehát egy csomó dolgot az ember. Valószínűleg én is hozok egy csomó mindent otthonról, amiért neki nem könnyű velem, vagy nekem vannak tanult dolgaim, vagy nem tudom. De ő ezt soha nem mondja, mert egy tűnő. Várjál, most mond valamit, tessék. Azt mondja, neki nehezebb. Aha. Ezt mondtam. Hogy, szóval, hogy nagyon érdekes dolgok. Nagyon érdekes dolgok ezek. Nálatok valami virággal? Hát, semmi? Senki nem hasonlít senkire? Hát, de náluk a verbális dolgokkal jött elő alapvetően ez, hogy nagyon hasonlít rám például, amikor képzeld el, mi történt velem? Nem érdekel. Ilyen jó van akkor. Itt kire hasonlít? Tehát, hogy rám. Rád? Rám alapvetően. Ez a lepatintás, ez leginkább én vagyok. De picit visszaköszön egyébként, örülni fogok, mert magas labda, de hogy a kényszerességben. Tehát, hogy nála is észreveszek nagyon fura dolgokat, miközben tőlünk ezt így ilyen direkt módon tényleg nem látja. Tehát, hogy ahogy nálatok is van, tehát nem tudhatja, hogy a gyerek, nem tudhatja a gyerek az, hogy te milyen voltál ennyi idős korodban, mint amennyi most ő. Na, és mi üt vissza? Hát, ilyen ez a, elmegyek, tudod, egy kicsit ilyen, most nem akarom kibeszélni általán. Ja. De hogy tudjátok, amikor ilyen kabala jelleggel végig simít tárgyakat. Megy lefeküdni, és akkor végig simítja itt először a korlátot, hozzáér ehhez. De mindig ugyanúgy megy. Megtámasztja azt, lefeküdni. Igen, odaér ehhez, odahoz. Mert te így mész el aludni? Picit, igen. Tehát, hogy ez rám is ez így. Én tudnék időzni egy-négy percet, tehát végig simítod a lakásban a tárgyakat. De most nem ennyi, nem most. De nem most. Hát, hogy de ez tényleg jellemző volt, nem? De hát ez kicsit ez a, hogy hívják, ez a, lesz ez még így se. Jack Nicholson-ja. De mi elköszön? Szia, konyha. Én valamilyen tudod, ez a... Szia, előszoba. Ez, elmegy a gazdátok aludni. Nem csak én csinálom, azt szerintem ezt millióan csinálják, hogy picit vannak ilyen megszokott dolgok, amiket így végigcsinálsz, és kicsit persze kényszeresek. Szia, megint... mosogató? Te mit simogatsz? Mi szia korlát? Nem. Nem, csak érde. Szia kis kanál, szia kábébező. Ott van fönt a világjáró sorozat. Sziasztok, könyvek, szia tévé, szia korlát. Reggel találkozunk. És reggel újra köszönsz neki. Nem tudnék három dolgot megsimogatni, amit úgy szívből megsimogatni. Azért kérdezem, hogy mit? Tehát, hogy miről szól a simogatni? Tényleg nem. Tehát elmész, mit tudom én, a budi ajtóban, és a kilincs, szia kilincs. De ez én voltam régen, tehát hogy nem. De engem érdekel, hogy régen mit simogattál meg? Kb. Ez ennyi. Tehát, hogy így. És meg az, hogy tudod, hogy be van-e zárva rendesen az ajtó, de nincsen bezárva a kulcsra, csak be van kattintva. Be van kattintva? Be van kattintva. Jézus.
És most ő is megy az ajtóhoz? És de úgy, hogy nem látja tőlünk. Tehát, hogy az a fura, hogy nem látja. Ezek a dolgok, ezek már elmúltak, már nincsenek, már a múlt ködébe vésztek, már a gyerekkorunkra voltak alapvetően jelzők, pontosabban az enyémre, és visszaköszönnek a gyereknél is. Nagyon fura. Nagyon annyi, fura. Hogy ugye de te bizonyos szinten simogattál, tehát más volt ugye. Igen, a kormentes, de van, van két csík most a lakásban, ahol simogattok végig, mert van a simogató. Megvolt a napi portörlő. Megvolt a napi portörlő. Ezt még nem hallottam, sok minden hallottam, de ezt, hogy elköszönsz este a tárgyaktól, ez nagyon jó. De mondom, elköszöntél. Jó, elköszöntél. Most jelen idő, múlt idő, nem volt le az érzékében. Most egy gyerekkoromban volt, vagy most 45 éves, hát mit számít. Zseniális. Figyelj, én például, hát én nagyon kötöttem a tárgyakhoz, és volt, tehát, hogy konkrétan a biciklit azért mindig megsimogattam. Tehát, hogy és ha nem volt nálad a bicikli, és aznap nem bicikliztél, akkor lementél, megsimogattad, és úgy mentél csúcsukálni? Nem, akkor becsuktam a szememet, és magam elképzeltem, hogy ott van előttem, és megsimogatom. De picit sírtál, hogy ma nem voltál együtt vele. Benin látom még, hogy ugyanúgy fekszik, ugyanúgy tartja a lábát. Tehát kiskorától egyébként úgy olvas, hogy az egyik térdét felhúzza, és a másik térdét keresztbe rakja le. És ez már egészen kiskora óta, amikor még ugye nem tudatosult benne, hogy mit lát mondjuk tőlem, vagy hogy én hogy olvasok, én nagyon szeretek így olvasni. Vagy hogy a lábát keresztbe teszi, és csak a végén kulcsolja össze nyújtott lábbal. És ugyanazok, vagy támaszkodik az egyik kezébe, ugyanazok a mozdulatok vannak, és elképesztő. Elképesztő ezt így látni. Hát nem tudom, hogy szerencséje van a gyereknek, vagy sem. Hát ez meg később kiderül. A Noelem most van egy akkora anyajegy, mint az én bal kezemen. Ugyanaz. Ugyanott van? Nem ugyanott van, neki a vállán van, ugyanolyan kiterjedésű, és ugyanolyan az alakja. Elképesztő. Hogy ezek például a Soma az anyjától, a békától örökölt egy anyajegyet, a békának a combján van, és Somának ugyanott van egy ugyanolyan anyajegy. Hogy az például, hogy mert a forma, hogy nektek ugye különböző helyen van, de a formája az tök ugyanaz. Az hogy működik? Van valami gén hiba, vagy mi? Ez micsoda? Szerintem ez nem hiba. Ugyanolyan típusú a bőrük. Na jó, de attól, mert ugyanolyan típusú a bőrük, nem kell... Nem, de valószínűleg génekben van. Valószínű, hogy öröklődik egyébként. Na, neked csak a bringa, hogy ugyanúgy szálltok föl, ennyi? Nem. Figyelj, a rendrakást azt nem örököltük senkitől, tehát nálunk anyám is, a béka anyja is ilyen nagyon rendberakós, nagyon izé asszony, nálunk bejössz a lakásba. Nagyon izé asszony. Hát nagyon rendes asszony. Nagyon patent asszony. Nekem ez azért tetszik, mert ebben sok minden belefér. Izé, patent asszony mind a kettő. Nálunk például az nincs meg, azt egyikünk se örökölt. Tehát bejössz, és utat kell vágni a lakásba a dzsuva között. Tehát, hogy csak a gyerekjátékok, csak a ruha, csak az akármi csoda. Hogy ez például nálunk nincs meg. Ezt például igen, a Viki örökölte az anyukájától, de a Benny nem örökölte a Vikitől. Na, például. Ugye? Tehát a Benny úgy megy el fürdeni, hogy zokni a lépcsőn, alsogatja a fordulóban, melegíti a fürdőszoba elején, és én megyek, mint Jancsik, amikor szedegeti össze, tudod, a morzsákat, hogy kitaláljon az erdőből, melegítő zokni, másik zokni, alsogatja, és mire beérek a fürdőszobába, addigra összerakom. De ha én megyek zuhanyozni, én ugyanezt csinálom. Tehát ledobom úgy a boxeralsót, hogy felsarkazom magamnak. Ú, de jó. És, ugye, az de jó. És amikor ugye felsarkazod, és nem éred el, vagy messzire megy, majd felveszem zuhanyozni. Után elmegyek zuhanyozni, visszafelé majd pedig... Viki felszedik. Majd a Viki helyére teszi. Visszafelé pedig hát próbálom megtalálni a boxerasot, amit sarkazás után még esetleg fellőttem a szekrény tetejére. Tehát, hogy ez nagyon érdekes dolgok ezek. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Hogy ki mit fedezett fel magában, amit ugyanúgy csinál, mint a szülei, és nem csak mozdulat, hanem akár egy-egy mondat, vagy egy-egy olyan hanghordozás, amikor tényleg arra észre, hogy Jézus Mária, de utáltam, és mégis ugyanazt mondom, amit az anyám vagy az apám mondott nekem gyerekkoromban. Vagy a másik vetület ennek a témának, hogy a gyerekeden mit vettél észre először? Amikor arra jöttél rá, na Jézusom, le se tagadhatnám. Ez tényleg az én gyerekem. Ugyanúgy eszik, ugyanúgy iszik, ugyanúgy csinál, vagy mond dolgokat, vagy ugyanolyan szokásai vannak. Jó? Küldjetek el nekünk SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után, 7:30. Folytatódik, amit mindig is tudni akartál, de soha nem merted megkérdezni. A nagy kérdés, amelyre egész életedben vártad a választ. Tedd fel ma, és megkapod. Balázs, Feri és Jani ma őszintén válaszol mindenre. Ma a hallgatói a főszerep a Morning Show-ban. Jaj, annyira boldog vagyok. 9 és 10 óra között jön az őszinteség órája. Kérdezz, felelünk. A Morning Show.
3:48 lesz pontosan 5 perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és péntek van, hát nem azért mondom, mint ha valaki esetleg nem tudná, csak jó ezt kimondani, hogy jön a hétvége, és egy kicsit tud mindenki pihenni. És akkor lehet már agyalni a kérdéseken, mert ma van ugye a pénteki nap, amikor így nagyon őszintén válaszolunk, na jó, persze, hogy nem, de hogy megpróbálunk őszintén válaszolni őszinte kérdésekre. Így van, már jött egy csomó, csak nem most küldjétek, hanem 9 után, jó? Mert most még elkeveredik. Tárazzátok be, mentsétek el az SMS-ek közé, aztán majd rátoljátok, amikor kell. Addig nagyon sok közlekedési írjon a témához, is sokan szólnak hozzá, úgyhogy most még ne küldjétek el, csak gondolkozzatok, hogy mi az, amit szívesen megkérdeznétek. Mi az, amit tudunk segíteni, nem kell, hogy mondom, rólunk szóljanak ezek a kérdések. Ha bármi olyan van, mert azt érzitek, hogy beszélnünk kell róla, tudunk segíteni nyugodtan, 9-től fél 10-ig tiétek a főszerep. Mit akartál mondani? Feri, valamit a Jani közösszott volt, vettél egy levegőt, meg mondtál egy albetűt. Ugyanezt, amit Jani, hogy végre péntek és 9-től lehet kérdezni. De ő volt a gyorsabb. Úgy tényleg ezt akartál? Esküszöm. Ugyanezt. Farád belterületét, drága fotók készülnek, mindenki vezessen óvatosan. Gina, M3-as nyíregyházi pihenőnél mérik az Áhogy felé haladókat, kaptuk SMS-ben, valamint Debrecenben a Sámsoni úton elromlott a vasúti átjáró lámpája, kilométeres sorban. Aladdin admirális generális küldte nekünk. Köszönjük szépen! Mi pedig egy nagyon érdekes kis témával foglalkozunk, ugye hát mindenkinek van vagy volt anyukája, apukája, van vagy lesz előbb-utóbb gyermeke, és nagy felismerés az, amikor rájön az ember arra, hogy te jó Isten, hát ettől akartam elszakadni, mégis ugyanolyan vagyok, mint az anyám. Vagy ezt megígértem már magamnak gyermekkoromban, hogy én nem csinálom majd a saját gyerekemmel, mert velem is ezt csinálta az anyám, aztán rájössz, hogy ugyanúgy szólsz a gyerekedre, és ugyanazt mondod neki. Vagy amikor fölismersz egy mozdulatot a saját gyermekedben, vagy rájössz, hogy ő ugyanúgy csinálja, mint a te férjed, és vagy mint a te feleséged, ha lánygyerekről van szó, és átveszik egymás szokásait. Nagyon sok SMS jött, 2,5 éves lányom úgy iszik a pohárból, mint én, csípőre teszi a bal kezét, és emeli jobb kezével a poharat. Amikor észrevettem, nagyon cuki volt, figyelt engem, és forgatta az öklét, hogy apa vajon, hogy csinálja. Bende fiam 1,5 éves, de ugyanúgy az okét, ugyanúgy mutatja az okét az ujjával, ha alszik, mint az apja, és az egyik szempillája lelóg a szemébe, mint az apukájának. Ez Zsuk küldte nekünk. Rendrakás ügyben sokadik felszólítás után kicsit megemeltem a hangom, mire a 3,5 éves fiam rám néz, és tök nyugodtan ennyit mond. Mi van, mama, meg van neked? szerintem kitaláljátok, hogy kit ismertem meg benne. 3,5 éves. Édesanyám kezében mindig volt egy zsebkendő egész életében, a középső ujjával a hüvelykujját babrálta, közötte a kendő, én a mai napig, ha a kezembe kerül egy textil pelus, megfogom, és ugyanezt csinálom. Kislányom ugyanúgy pelusozik, de ő ugyanazzal a technikával, ahogy anyukám csinálta. Édesanyám 22 éve halott, kislányom soha nem látta őt. Ezt Gabi küldte nekünk. Ez is érdekes, nem? Hogy nem is látod, de mégis öröklődik egy csomó minden. Én azon kaptam magam, hogy nyálazom az ujjam, és azzal próbálom a gyermek szája belől a piszkot leszedni. Gyermekkoromban baromira utáltam, amikor a szüleim ezt csinálták. Igyekszem elkerülni a dolgot, de néha tényleg ez a legegyszerűbb. Minden gyerek utálja. Ezt én is csinálom, és gyűlölöm magam közben. Mert eszembe jut, hogy de utáltam. Ha van, amit utáltam, az a kötelező orrfújás és a nyállal való arctörlés. Gyurmázott szét az arcát, amikor tudod, nem jön le róla. Még egy picit. Mentek valahova, és Zsúra, látod, hogy maszatos nincs nála zsebkendő, mit csinálsz? Nyálazod, hogy gyere ide, Benni, ne menj be maszatosan, letör. A gyereknek így megy el az arca, látod, hogy utálja, tehát gyűlöli, de szegény hagyja. És hiába tudj közül, hogy elfordulsz, úgy nyalod meg az ujjat, hogy ő nem látja, ahogy hozzáérsz már, hogy engem. Rajtam az idő múlásával egyre inkább kijöttek anyám passzív-agresszív jegyei. Csak mondom kezdetű mondatok. Ugye? Hát szép passzív-agresszív, igen, személyiség típus, csak mondom. Több erő van benne, mintha verekedni a konkrétan. Gyűjtögetem az utcán az elhagyott csavarokat, gombokat, egyéb apróságokat, jó lesz valamire felkiáltással, mint az anyám. Tökéletesen megértelek. Hát ez te vagy, Jani. Nem? Tegnap találtam egy nagyon jó állapotban lévő befőttes gumit az elvonás villamosnak a megállójában. Nagyon fontos egy befőttes gumit. Haza szoktam vinni, és elmosom, és aztán megy a többi közé. Hát jó, és a többi mit csinál? Várja a társait? Ezt ne úgy képzeld el, mint egy rajzfilmet. Tehát, hogy itt nincs befőttes gumik énekelve, táncolva várakoznak bent egy szekrényben, hogy előre. De mi van, ha az valaki ment a kölyába, belegittelt egy zacskóba, és bekötötte a kulát, hogy... Ezért mosom el? És bárki befőttes gumiát hazaviszel. Várj, nem a kulát szoktak át befőttes gumizni, hanem a... De nem három, de minek viszel haza egy befőttes gumit? Mert a befőttes gumik azok az élet egyik legfontosabb velejárói. Olyan segédeszközök, amik az élet minden területén hasznosítható. Ha nincs befőttes gumi otthon, akkor... És ki gyűjtögetett otthon a családban volt? Tehát, hogy szülők közül volt, aki ilyen gyűjtögető volt? Apám. Igen? Apám. Löbbenet, hogy egyébként. Egyszer begyűjtött annyi fekete befőttes gumit, hogy még mindig van belőle. Én nem tudom, hogy honnan szerezte, de kb. 1000 darabot.
nem lenne. Mind a mai napig vannak belőle lefóliázott, bontatlan csomagok. Tehát amit nem vennék fel a földről, az például egy befőttes gumi. Tehát nem lennék hajlandó fölvenni, mert arra gondolnék, hogy vajon ki mit kötött bele, milyen kézzel fogta meg. Tehát az egésznek a... Azt hiszem azt a kék befőttes gumit egyébként, amivel bekötöttem azt a zabos zacskót, tudod, te zabozat, az enyém, azt a határúton találtam. Azt hiszem a határúton lent a lépcső aljában, ott, ahol hajlik. Úristen, igen, biztos, hogy igen, beteg tudjátok, vagy. Ahol beszeg szoktak feküdni. És tudom, hogy gyerekkorodban simogattál, de néha, amikor így elmész aludni, legalább a befőttes gumijaidat nem simogatod meg? Vagy az újonnan találtakat? Tudom, hogy biztonságban vannak hekelyek. És nem félnek, mert sokan vannak. Így, és közben énekelnek, de nincs baj, hogy bekötöd az abomat, bekötöd. De a legközelebb a határúton talált befőttet, legalább szólj, hogy figyelj, Bali, az ecseri úton találtam. Ezt a sajátomat csak nem kötöm be vele. Nagyon szívesen eszem ezt az abot, de azért nem minden mindenáron. A lányom simán elmegy iskolába táska nélkül, mint én gyermekkoromban, ezt Ogre küldte nekünk. A feleségem az összes szorulból hoz fel egyet, pontosan úgy, ahogy az anyukája is, persze nyilván vásárlás nélkül ki is dobjuk az összeset. Ugyanúgy kiabálok és hisztizek, mint anyukám, pedig mindig utáltam, ha kiabál. Ezt is SMS-ben kaptuk. Az IPM magazinban volt egy cikk, hogy az életünkben szerzett tapasztalatok egy részét DNS-ünk tárolja, így az örökíthető lesz. Ezért lehet, hogy hasonló szokásokat fedezhetsz fel a gyermekeidnél, mint amit például te a gyermekkorodban csináltál. Tehát van egy információ, eltárolja, átadod, és a gyerek is csinálja. Tényleg, tényleg barom érdekes. Jani, tudom, miről beszélsz, nekem kb. 20 percembe telt az esti rituálé gyermekkoromban. Nem vagyok egyedül. De szakember segítségével vagy anélkül. Fel lehet ezt oldani. Fel lehet ezt oldani. Szóval tolatáskor mindenki tartja az anyós ülést a jobb kezével, tuti mindenki az apjától látta. Úristen, tényleg. Mit csinálsz? Tolatsz? Igen. Hátra kell, elég lenne hátranézni, de fogod az anyós ülést, és hátulról átöleled az anyós ülést, mert az könnyebben. Igen. Úgy tolatsz, és én ezt tényleg az apámtól láttam, hogy ő így tolatott. Nem a visszapillantóból, hanem hátrafordul és néz. Hátrafordul, néz, de hogy hátra is nyúlsz, és megfogod az anyósülést. Tehát ide benyúlsz. Aha, ezt ismered. Te így tolatsz. Én így tolatok, klasszik. Kamera. És ültem gyerekkoromban, és azt láttam, tudod, hogy dől hátra. És nyúl hátra. Zseniális. Az én pici lányomnél pont olyan hisztis picsadög, mint az anyukája. Bocsánat, erre szaladtam, azt hittem, nem jól látom. További szép napot nektek. Köszönjük szépen. Le akartam szidni a gyereket, kinyitottam a számat, és az anyám ugrott elő belőle. Ez is milyen tipikus, nem? Hogy azért ezekre így az ember rádöbben, hogy a klasszikus mondatok, amiket te is mondtál. Igen. Az én két fiam ugyanolyan gátlástalanul tud pukizni, mint én és az apám, kaptuk SMS-ben. Nem kimondott hasonlóság, de édesapám általános iskola első osztályában osztályfőnöki figyelmeztetést kapott, mert pattársa biztatására órán kiugrott az ablakon. Sok évvel később, első osztályos koromban én is osztályfői figyelmeztetéssel mentem haza, mert kiugrottam az ablakon az osztálytársam biztatására, aki apu pattársának a fia volt. A történetet aznap este hallottuk először a szülőktől. Zoli küldte nekünk. Kemény, nem? Tehát egy család, aki kiugraszt, a másik pedig kiugrik. Igen, hát nem volt az apa, aki kiugrottak, és a két gyerek is a két apától ugyanúgy kiugrott. Ez egyik ugrasztott, amit igen, a másik ugrott. És ugye beírás kapott érte. Igen. Zseniális egyébként, igen. Tegnap voltunk ultrahangon, az Iker fiú tagjainak ugyanakkor a kukija, mint az enyém. Hát mondjuk nem biztos, hogy jó. Na most viccesz, de azért én azt is nézem. A kukest? Igen. Tényleg? És? Hát szerintem nem zavar, hogy pont akkora? Szerintem Beni 3 év és rám ver. Noelnél még egyelőre nyugodt vagyok, mert annyira kis hájaska, hogy még nincs kukija. Azt mondom, ez a beszéd, jól van, ne akar lekörözni apádat. Maradj. Nem, az amikor fürdik, nem csak, hogy én mindig megnyugszom. Hogy úgy jól van. Nem vagyok kukirígy valahogy. Nem irígy, hanem én Beninél nagyon sokáig aggódtam, hogy nem is, és mi? Most már nem aggódom. Azt gondolom, hogy rád. Ebben nem hasonlít. nem konstatáltad soha, kicsit megnyugodva, vagy jól van, nincs baj. Én izgultam. De miért lenne baj? Mit tudom én? Hát nem hallottál még a Mikropénisz című és szörnyű... szörnyű defektusról? Nem hallottad még ezt, hogy van ilyen? De az férfiaknál. De az miért hasonlítod a sajátoddal? Akkor nálad van baj. Nem, nekem nincs mikropéniszem. Nem úgy, hogy hasonlítottam, hanem mindig csekkolom az övéket, és megnyugodtam már, Beni 6 éves, hogy... Na. Úgy érzem, nem lesz baj.
De nincs costokozás meg ilyenek fél évente. Hát odaállítja fél évente a falhoz magasságmérés, és mellette és ott van. És mellette meg hogy hívják ott egy poharat törölgetve a Viki, és akkor a tövétől, és megy tovább. Kis harcos, és a falnál. Én ezt mondtam egy csomószor a Vikinek, hogy én szeretném, ha ő boldog felültek lenni. Tényleg, Balázsiknál a falnál nem magasságában, hanem oldalt, mélységében. Muszáj, ezeket muszáj nézni, persze. Egy ideig aggódtam, de most már látom, hogy nem lesz probléma. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket, hát nagyon, nagyon helyeseket írtatok. Játszunk, itt van már is a játékosunk, és Óven bácsival játszunk. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Apám egész életében nyitott ajtónál kakilt és Csabba pisilt. Szerintetek én mit csinálok? Ez SMS, nem én mondom, csak mondom, hogy ezek vannak hasonlóságok. És azért itt kellett egy rajtakapásnak is lennie. Halló, igen. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Alexa vagyok Debrecenből. Hello, Alexa. Van már gyereked? Nincsen még, sajnos. Nincsen. És csinálsz valamit ugyanúgy, mint a szüleid? Hát, gondolkoztam így ezen, igazából most úgy semmi nem jut eszembe, de szerintem, ha édesanyámat megkérdeznénk, biztos tudna mit sorolni. Lehet, hogy ő már látja ezeket a hasonlóságokat, igen. Előbb-utóbb az ember ezt megtalálja. Vagy a gyerekében, vagy ő és a szülei között. Jól van, egyedül játszol? Hát igen, úton vagyok a munkába, de igazából egyedül, úton ülök. Úton ülsz. Jól van, na mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Rendben. Jó, figyelj. Készülnek a hétvégére. Mi lesz most tényleg? Bundás kenyér rántotta. Még nem tudom. Sok más nem tudsz kérni. Nem, mit tervezel? A végeredmény és a terv az nem mindig ugyanaz. Alexa, figyelj ide. Ez egy amerikai film. És ennek a címét kellene kitalálni. Reméljük, oké. Jó, rövid lesz, mert nem nehéz. Jó, figyelj. Jó. Már túl is vagyunk rajta? Ennyi volt. Hát így nem sokat hallottam. Mutatjuk. Kérhetném még egyszer. Persze, mutatjuk. Köszönöm. Mindjárt állok a buszról, és akkor remélhetőleg... Nem hall szegény semmit. Mutatjuk addig. Jó, figyelj. Jó, köszönöm. Jaj, Dirty Dancing. Istenem, de jó. Szuper, szuper. Úgy látom, most szeretjük Patrick Swayze-t. Tudjátok meg, hogy B-bet senki nem ültetheti a sarokba. Jó? Jó. Jaj, de jó, jó, már ketten vagytok, akik szeretik Patrick Swayze-t. Patrick Swayze-t. A holdpont a zseniális volt. Igen. Jó van, na megvan az ajándék, Csaba, ügyes vagy. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Eljárod velem a pecsangát, Jani? Persze! Szép napot! Puszi! Csáó! De csak egy pillanat, megláttam egy befőtes gumit a földön. Legyen az árótánc a pecsonga. Emlékszel a pecsongára? Az árótáncra, de jó is volt. Na jól van. Jaj. A 7 cm-nél kisebb az a mikro. Igen, már most megnéztem, felmentem egy ilyen oldalra, és találtam egy olyat, amiről nem is hallottam, de lehet, hogy nekem volt, ez pedig az inga here. Én nem aggódom, mert nekem csecsemő méretű. Igen? 3,5 kiló és... Nyilván! Gyerekek, nekem nincs félnivaló. Nem tudom, ti hogy vagytok a dologgal, de nincs. Igen, láttam én is ilyet. Az egyik ismeretterjesztő csatornán végignéztem egy ilyet, hogy a test, amiben élünk, vagy valami ilyesmi volt a címe, és mikropéniszű férfiak nyilatkoztak, hogy... És vállalták is? Vállalták, meg is mutatták. Boldogan fekszel le, ennyit mondok. Úgy érzed, hogy nincs baj az életeddel, és úgy érzed, hogy talán a te problémáid azért azok. És az hát szubjektívek, ha érted, mire gondolok, hogy még sincs akkora baj, bármi is legyen az életben. Nézd meg egy ilyet, testemben élünk, vagy nem tudom, Viasat Explorer, figyelj. Három. Szól, egyszer rádírok, hogy mikor megy. A frusztrációt. minden problémát megoldódik. 6 perc, pontosan 8 óra, küldjetek friss közlekedés híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
8 óra után vagyunk 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk egy új Bieber's dal után. Többen kérdeztétek, hogy mi volt ez. Puskás Petiék zenekara, a Bieber's. Jó zenét csinálnak, kedveljük őket. Peti nagyon tehetséges, új lemezzel jönnek egyébként a közeljövőben, elő lesz lemezbemutató koncert, és 2 hét múlva nagyon jó srác, jó zenekar, érdemes rájuk odafigyelni. Igen, ügyes, Peti ügyes, igen. Trafi a Bocskai kertben, a 4-es úton, Trafi Pax a 26-os főúton, Putnok belterületén, Nagy Árpinak köszönjük szépen az SMS-t, aki kétszer küldte el, hogy Nagy Árpinak. Köszönjük. Az M7-esen a 133-os kilométernél mindkét irányba mérnek. Tamás üzente, M1-es Hegyeshalom felé 139-esnél szintén. Trafi méghozzá a hídról üzeni König. Valamint azt nézem, hogy az M1-es 155-ös kilométerénél egy kis busz lerobbant, és egy nő a külső és a leállóság között sétál, integet, hogy valaki álljon meg. Óvatosan, ez mindig olyan nehéz, basszus, nem? Hogy megállsz, vagy sem? Megállsz, nem állsz meg, ott ül a gyerek mögötted, bajban van, nincs baj van, megölni akar, segítséget akar, rosszat akar, jót akar. Én nagyon sokszor vacilálok, nagyon sokszor, amikor így megyünk valahol a családdal, és látom, hogy áll, és csak hogy megkérdezd, integet, nem tudod, mit akar, rossz külsejű, már megszólalnak a félelmek gyerekkel, vagy ne állj meg, közben lehet, tényleg tökre kéne neki a segítség, és 10 percen nem állt meg neki senki. Nem, ez baromi nehéz ezt eldönteni, hogy például az autópályán ott valaki neked nagyon integet, sötét van, látod, hogy sötét ruhában, hogy nő ott integet, hogy állj meg, nem biztos, hogy megállsz, nem? De pedig mennyire meg kéne, és mennyire hülye világ, hogy egyből arra gondolsz, hogy kiszállsz, elveszik a kocsidat, megkéselnek, bedomnak az árokba, és elhajtanak az autóddal. De hogy az ember már így van kódolva. Nagyon hogy... kemény. Én abszolút stopos párti vagyok egyébként, és bármikor, amikor látunk, akkor mindig felvetem. Csak emlékszem, hogy legutóbb, amikor felvettünk, Virág ült hátul, és abban a pillanatban befeszült szegény, hogy beült mellé egy ilyen, hát egy jó, nem annyira ápolt úri ember, de akkor mit mondasz neki? Tehát, aha, hogy amikor lefékezel, akkor nem látod, hogy ő milyen valójában. Ja, aha, lassítasz. Aha, gumicsizna, akkor inkább hagyjuk. Lássad, hogy közel mész hozzá, megnézed, jó, visszagurulsz még egyszer, és aztán tovább mész, ha nem. Én például gyerekkel nem mennék föl. Bátorság, az nagy bátorság. Én nem mennék gyerek. Egyedül lehet, ez ember elgondolkozik rá, hogy olyan hangulatban, vagy látod két fiatal, egy Balaton felé, fölkapod őket, elviszed. Gyerekkel az melegebb, ilyen, bármi történik, hát azért az komoly. Nem lehet tudni, de olyan hülyén gondolkodik már, azért mi történne, nem? Hát... mert hogy egy csomó példa van, tehát nem hülyén gondolkodsz, óvatosan gondolkodsz. Hát. Igen. Na, azt mondja, hogy Erzsébet fasor haldoklik, de kit érdekel, vidéken vagyok. István, nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon empatikus SMS-t. Jogos, akkor biztos azt sem fog érdekelni, hogy a 72-es és a 74-es trollibusz ismét a teljes vonalán közlekedik, és köszöni a türelmet a BKK. Engem. M5 a Szeged felé a Dabasi kihajtónál Méricsk érnek éber. Ég sokat, Rafi, ma reggel látom az SMS falon, hogy vigyázzatok, mond. Hogy 3-4-6-kor az a trolli, az már ott állt a Hungárián. Amikor én jöttem. 3-4-6-kor, az 2,5 óra. Hogy azat nem lehet elvinni egy ilyet? Nem lehet kihozni egy ilyen kis vontató autót, ami fölakasztja ezt maga után, és elviszi? Esett az eső, és ilyenkor az utasok nem szívesen tolják a trollika. Hát, csak van rá valami megoldás. Érted? 2,5 órája áll a trolli. Hát, beázott. Ráz. Nem merik megközelíteni, hogy ki nem szárad. Ja, tényleg, igen. Az ipari áram úgy megvág, érted. Tavaszra viszik el. Egy partvisnyéllel bögdösik, hogy tényleg rázett. Látják ott azt a 3 embert, hogy ott fekszik a trolli mellett. Ők megpróbálták. Bátrak voltak. Becsüljük őket. Csak Buffalo cipőbe lehet felszállni, abban nem tud senki megrázni az áram. Olyan valaki búváruhában? Azt gondolom, mire eláll az eső, mire kiszárad, áramtalanítják, hát valami kóboráram megvág, érted, hanyat vágódszott. Nem ér annyit az egész. Kinek jó, érted? Inkább álljon egész Budapest. A gyógykezelése többe kerül, mint az egész troli. Hát ki a fene menne oda esőben egy trolit megszerelni? Hát biztos, hogy agyon meg. Budán dugó van egy utcában koccanás miatt. Nem tudom az utca nevét, debreceni vagyok. Bocsi, Laci. De helyes. Laci, írd rá, hogy honnan jöttél, merre kanyarodtál, hol vagy, és akkor megpróbáljuk beazonosítani. Budát elég jól ismerem, hát ha tudunk egy kicsit segíteni, de ez helyes volt, hogy Laci megírta, hogy ott nem tudom, hol, de van egy koccanás. Na, van egy dolog, amit tegnap olvastam, és eléggé felhúztam magam, és szerintem lehet, hogy ti tudtok segíteni, vagy tudunk egyfajta kezdeményezést elindítani, vagy hát ha hallják a jogalkotók, és tudnak azon változtatni, ami jelen pillanatban történik, mert szerintem nem egy jó élethelyzet. És ha beszélünk róla, akkor lehet, hogy sokszor elértünk már sok eredményt, és sikerült elérni, hogy legyen egy-két dologban változás. Tegnap vagy tegnap előtt olvastam egy cikket, miszerint emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszert találtak egy közétkeztető cégnél.
És elolvastam a cikket végig, és rájöttem, hogy ez nem úgy emberi fogyasztása alkalmatlan volt, ezt se kutyának, se macskának, se mosléknak, senkinek nem adnád oda, amit találtak, mert hogy hát hihetetlen. Tehát, hogy az, hogy lejárt élelmiszer volt, az egy dolog. Mindenféle elkülönítés vagy megjelölés nélkül lejárt fogyasztóhatóság és minőség ellenőrzési idejű élelmiszer hevert a földön, a húsok elrohadva, megrohadva, a csap mellett a szennyvíz, ami csöpögött bele a mosogatóba, a 80 kiló lejárt szavatossági hús a hűtés nélkül a földön, amiket készültek egyébként ezek a jó emberek hát még felhasználni. Még felhasználni. És ugye itt a szó leginkább a közétkeztetésen van, mert hogy ez egy menzakonyha. Ez egy menzakonyha, ami arról szól, ugye, tudjuk, hogy ez akár az én gyerekem, a te gyereked, vagy bárki gyerekének a tányérjára is eljuthat. És az, hogy felháborító, az ugye nem kérdés. Tehát az, hogy ezt hogy merik megcsinálni, ha gyerekekről van szó, aztán pláne, de felnőttek elé se teszed ilyet. De azt gondolod, hogy a gyerekeket talán még jobban óvja a jogalkotás, még jobban odafigyelnek rájuk, és egyszerűen ezt már a 21. században Magyarországon nem lehet megcsinálni. Ez egy Pest megyei közétkeztető cég, és az egyik egységében találták meg, több mázsa lejárt élelmiszerről van szó. De akkor elkapták őket, nem? Tehát lebuktak, elkapták. Nem ezzel van a bajom. Megmondom, hogy mivel van a bajom. Egyrészt azzal, hogy azt olvasom, hogy a bírság több százezer forint lehet. Ez már szerintem eleve egy nagyon nagy baj. Tehát aki így működtet egy közétkeztető céget, és ezt találják, az a te gyerekeden, az én gyerekemen, a te anyádon, a te férjeden, a te feleségeden, spórolja meg azt a pénzt, amit egyébként utána ő mellén zsebből kifizet, és azt mondja, hogy 300 ezer forint. Aha. De hogy miért nem lehet ilyenkor leírni ebben a cikkben, és miért nem lehet nyilvánosságra hozni azt, hogy erről és erről a közétkeztető cégről van szó. Tehát mi az, hogy egy Pest megyei közétkeztető cég? Hogy van az, hogy a jogalkotók, mert szerintem nem lehet másról szó, még mindig azt védik, aki egyébként egy ilyenfajta árulást követel a közétkeztetés ellen, és beledarálja a húst, te azt megeszed, nem tudom, megcsinálják töltött dagadónak, fasírozottnak, jó sok fűszerrel, töltött paprikának, hát tudod, vannak ezek veszik, a maradék típusú ételek, át fog az menni. A te gyereked megeszi. Hogy van az, hogy nem hozzák nyilvánosságra? Miért nem kapok én jogot arra, hogy eldöntsem, hogy igen, ezt találták nálatok? Rendben van, szülőként bemegyek az óvodába, és azt mondom, hogy ha az én óvodám innen rendel, akkor megmutatom ezt a cikket a vezető óvonőnek, vagy te rendelsz onnan, vagy valamelyik rokonod, és elmondod, hogy ne rendeljen. És ezt nem először veszem észre egyébként, hogy nagyon ritka az, amikor lehozzák, most volt egy vietnámi étterem, ugye ott is nagy balhé volt. Hepatitis. Romlott hús, és ott örültem neki, hogy végre kiderül, hogy melyik étteremről van szó. Mert ezekben a cikkekben mindig az a legidegesítőbb, hogy sose tudod meg, hogy valaki mondja már meg, hogy miről van szó. Melyik ez az étterem, tudni akarom. És ha nem is étterem, mert mondhatni, hogy az a kiváltságos dolog, kevesebben járnak étterembe. De ez egy Pest megyei menzakonyha. Miért nem mondhatja el a nébi, a fogyasztóvédelem, miért nem engedik a jogalkotók, hogy leírják, hogy erről a cégről van szó, kedves delikvens, dönthesd, vagy eldönthesd, hogy nem rendelsz tőlük. Igen. Nem érdekel, hogy egyszeri. Az se érdekel, hogy ez náluk eddig soha nem történt meg. Mert ez engem minden vigasztal. Igen, ez egyetértek. Megnéztem a videófelvételt, hát figyelj, hogy konkrétan vannak helyek szerintem, ahol a malacokat tisztában tartják, és vannak ólak, meg tényleg nem tudom, disznó neveldék, ahol nagyobb a sterilitás, a tisztaság és a higiénia, mint ebben a közétkeztető cégben. Ez elképesztő. Most és az akkor lenne a minimum egyébként, hogy mert a tájékoztatás hiánya az ebben az esetben az teljesen jogos felvetés részedről, hogy vajon az a kérdés, hogy az iskolákat, akik egészen konkrétan ettől az egységtől kapták az ebédet, a reggelit, a vacsor, stb. Tehát, hogy az ételt, azokat értesítik-e ebben az esetben? Tehát, mert kap az iskola igazgató egy levelet, hogy jó napot kívánok, ez is ez történt ebben az egységben, akitől önök is rendelnek. Szerintem nem. Ez már nem ennek a hatóságnak a dolga. Nem a hatóság feladata. Tehát ők ugye fölfedik a problémát, kiszabják a büntetést, de ami százezer forint, ami nevetséges. Nem értem, hogy működhet tovább. Nem értem, hogy miért több százezer. Ha én egy ilyen közétkeztető céget működtetek, és tudom, hogy több százezer forint a büntetés, akkor azt mondom, hogy amíg nem jönnek ki, csinálom. Így van. Ha megjönnek, itt 300 ezer forint zsebből kiköhögöm, úgyse jöttök megint. Érted? Tehát, hogy nem
nem visszatartó erejű maga a büntetés. Itt gyerekekről van szó, itt arról van szó, hogy moslékot etetnek meg szemtelen módon egyértelmű üzleti érdekek miatt a te családoddal és a te gyereked, de azért, hogy sokat spórolják. Több száz vagy több ezer emberrel. Mi az, hogy nem zárom be ezt a közétkeztető céget azonnal, és nem mondom azt, oké, ezt megcsináltad, moslékot adsz a gyerekek, még lejárt szavatosságú húst, ilyen körülmények között baktérium legyek, mit tudom én. Nem nyit ki addig, amíg nem igazolod, nem nyit ki addig, amíg nem rakod rendbe a konyhádat, és ha mindent rendbe raktál, akkor is óránként fogunk téged ellenőrizni. Pár százezer forint egy ilyen cégnek. Nagyjából annyi van a zsebedbe, ha elmész vásárolni, ha 5000, 10000, 20000 emberre főzöl. Nem? Hát, tehát nem tétel. Egyértelmű. Hogy miért nem tudhatom? Hogy legalább miért kell őket védeni? Lista, mert ez a fura egyébként, amit tudom én például, most egy másik példa, mondjuk a NAV-nak a honlapján az adótartozással, tehát azok, akik adótartozást halmoztak fel, azoknak a listája, akár magánszemély, akár vállalkozást fenn van. Aha. Akkor, ha valaki mondjuk egy ilyen vétséget követel, vagy tetten érik, vagy elkapják, elcsípik egy ilyen dolog miatt, akkor annak miért nem teszik fel a nevét valamilyen hát nyilvános honlapján? Hát miért nem? Van valahol egy titkos lista. Közétkeztető cégről van szó. Most megtaláltam, hogy kiről van szó. Egyébként, és... De például mi sem mondhatjuk be. Mert? Azt tudod? Nem mondhatod be a cég nevét. A napi.hu megtudta, hogy az Albert Irsai TS Gastro Kft. Ceglédi BEM konyhája bukott meg. Miért nem mondhatom be? Mert szerintem lehet belőle. Hát akkor vállaljuk a pert. Igen? Persze. Hát most miért nem mondhatnád be? Én azt hiszem, hogy pontosan ezért nem mondja a hatóság se, mert hogy itt még ugye komoly pereskedés állhat. Ha már bementek büntetésszabnak, így látnák, nyomozati anyag van, lefotózták, ott voltak, már ki akarják szabni a büntetést, miért nem? Hát hogy van az, hogy a vietnámi étteremnél közben elmondják? Nem tudom. Van az osztály az Index, és elmondták, hogy ez is ez a vietnám étterem, hepatitis, a félváros itt kajált, ez a cikk címe, és leírták az étteremnek a nevét konkrétan. Itt nem egy emberről van szó, itt nem tíz emberről van szó, itt ezerekről vagy tízezerekről van szó, akik ezt ették. Hát ez szerintem felháborító. És akkor jaj, ne hozzuk le, jaj, nehogy baj nem legyen. Tudom, érted? De szerintem hát, hogy van ez? Mögötte, hogy nyilván azért nem merik. Például karácsony előtt emlékezzetek, beszéltünk róla szinte minden évben, hogy elkezdenek vizsgálódni, és mondjuk van 25 féle karácsonyfaj izzó, ami veszélyes az emberekre. És ott se lehet azt mondani, hogy ez a mit tudom én milyen termék. Ott sem mondják meg, hogy rossz a termék. De nem tudom, hogy miért. De valószínűleg emiatt, nem? Ott szerintem a lista, azért ez fenn van valószínűleg, szinte biztos vagyok benne a fogyasztóvédelemnek az oldalán, ilyenkor megtalálod a listát. Hívjuk fel a Nébihet, kérdezzük meg őket. Tényleg nagyon kíváncsiak, hogy mit mondanak, és engem az is érdekel, hogy ilyenkor, amikor van egy ellenőrzés, akkor azt például vizsgálják, hogy előtte fél évig mi mehetett, hogy ezt hogy tudják vizsgálni. Hogy egyértelműen kizárható ez például, hogy az ellenőrzést megelőzően, például hát fél évig, egy évig úgy nem így működtek. Tehát én az első ellenőrzést kapom, és én előtte egy évig így működöm, akkor azt senkit nem érdekel nyilván az ellenőrzési. Tehát ha nincs ellenőrzés, akkor ők még öt évig így működnek egyébként. Hát persze. Hát ez nonsens. Hát nyilván a hatóság se tud mindenhova minden nap kimenni. Na de azért nem gondolnám, hogy közétkeztető cégek százezrei működnének Magyarországon. De a Nébik az éttermeket is ellenőrzi, igen, a közétkeztetést, tehát nekik az a piacokat, érted, ők járnak termelőkhöz, tehát azért nekik van dolguk. Oké, de hát akkor vagy vegyenek föl. Érted? Tehát ez annyira bosszantó, és a büntetési tétel is bosszantó. Az, hogy ez a cég elvileg ezelőtt évekig működhetett, úgyhogy senki nem ellenőrizte őket. Hát érted, most a te gyerekeddel ezt megetetnék, vagy veled megetetnék, és kiderülnél, hogy tőlük rendelsz mondjuk 3 éve, aha, és ezt találják bent a konyhában. Picit püdüzabos lennék, igen. Hát, de nem is értem, hogy miért nem komolyabb a büntetés. Na, mindjárt megkérdezünk valakit. Dr. Helik Ferenc itt van a vonalban. Halló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, olyanok, szervusztok! Hello! Jó reggelt! Na, hát nem hallottam. Tessék? Mondom, hallottam mindent. Igen, te a Nébi kiemelt ügyek igazgatóságának vezetője vagy, jól mondom? Igen, pontosan. Ó, na. Ferenc, hát segíts nekünk ebben. Hogy ez hogy működik? Tehát ott nyitott kapukat döngettek, nekünk is van ilyen jogszabálysértés listánk, ugyanúgy, mint más hatóságoknak. Ha fölmentek a Földművési Minisztérium honlapjára, akkor ott található egy olyan lista, hogy jogszabálysértések listája. Uh-huh. Minden esetben névvel, címmel, telephelyjel, az elkövetett bűnnel fölkerülnek azok a cégek, akik a közleményekben megjelennek, és ezen a listán 3 évig ott is láthatóak. Abba teljesen igazatok volt, hogy valóban a hatóság a nyilatkozataiban nem nevesíti így a cégeket, ez érthető oka van, mi is úgymond be kell, hogy tartsuk a jogszabályokat, nem csak betartatjuk. De ez jogi szabályozás? Hogy nem mondhatod ki?
Így van, és azért van ez a lista, a listára rögtön fölrakjuk, és aki óhajtja, az minden további nélkül ott megnézhet. Én tudom, hogy ti nem jogalkotók vagytok, de a kérdés felmerül, hogy nem kértétek a jogalkotóktól, hogyha például ilyen pofátlan csalás derül ki, és gyerekeket, felnőtteket, nyugdíjasokat etetnek ilyen minőségű ételen, akkor nem nyilatkozhatjátok egyből le, vagy hadd nyilatkozzátok már egyből le, hogy melyik cégről van szó? Ezt nem mi szoktuk kérni, hanem a jogalkotók felé, úgymond egyrészt a lakosság, különböző érdekképviseleti szervek kérik, valószínűleg egy előbb-utóbb meghallgatásra is talál ez a dolog. De miért nem lenne nektek is könnyebb, ha lenyilatkozhatnátok? Hát nem lenne jó? Hát erről szólna a munkátok, hogy ezt találtuk ennél a cégnél, kérem szépen tessék vigyázni. Ezt megtesszük azzal, hogy felrakjuk a listára, és igen, az látható. Igen. Elmondod csak, hogy nagyjából milyen állapotok voltak ennél a cégnél? Így van, ugye a legsúlyosabb, ami látszott és megjelent a közleményekből, hogy 240 kiló olyan terméket kellett lefoglalnunk, amit ott tiltott módon fagyasztottak le. Ezeknek egy része lejárt fogyasztatóság, vagy minőségmegőrzési idejű volt. Volt olyan termék, ami abszolút jelöletlen volt, panírozott csirkemell, amit nem tudjuk, hogy egy napja vagy egy éve fagyasztottak le esetleg. És ez adta össze a 240 kilót, de volt benne óriás kifli, ami mondjuk 7.-14-én járt le, Atya és Isten, azt is lefagyasztották. Atya Isten, most azt lehetett hallani, hogy közben csöpögött a szennyvíz, valami mosogatóba, igen. A tányérjára is juthatott az élelmiszerekből, amit alkalmatlannak találtatok, tehát hogy olyan állapotok voltak, amit tényleg embertelem. Ez azért itt egy picit már az újságírói túlzások kategóriája volt, ami megjelent. Valóban voltak higiéniai hiányosságok, de ezek nem voltak olyan fokúak, hogy bezárhassuk. Minden esetben mi, amikor olyan fokú higiéniai hiányosságot találunk, és ez többször megjelent már a sajtóban, akkor azonnali hatállyal felfüggesztjük az üzemeket, és nem engedjük, hogy tovább működjenek mindazok. Miért 240 kiló lejárt, hogy eredetlen eredetű hús, júniusi kifli jelölés nélkül, a hús nem tudjuk lejár, azt se tudjuk honnan van, nincs meg a forrása, ez nem elég ok arra, hogy azt mondjátok, hogy rendben, ennek itt a vége, tisztázzuk, és majd eldöntjük, hogy akkor ti most kinyithattok-e vagy nem. Mi kell még, ha az embernek ez nem elég? Hát nekem elég lenne, de a jogszabály szerint nem elég. Ilyenkor egy dolgot csinálhatjuk, ezeket a termékeket kivonjuk a forgalomból, megsemmisítjük, de ha egyébként nincs olyan jellegű higiéniai probléma az üzembe, konyhába, akkor nem lehet fölfüggeszteni a működését. Nagyon sokszor elhangzik azt, hogy miért nem tiltjuk el örökre, vagy zárjuk be örökre. Erre se ad a, de nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unióban sem lehetőséget a jogszabály. Igen, tudom, hangsúlyozom, hogy nem jogalkotók vagytok, hanem végrehajtók. Én ezt értem, csak hát nyilván az ember azért ráncolja a szemöldökét. Úristen, ezek után mi kell? Tehát valaki elmenne jogalkotó, és ezt megnézi, azt mondja, hogy holnap innen akarok rendelni, vagy nem lehet, hogy átírná ezt a jogszabályt. Tehát, hogy felháborító szerintem. Pontosan ezért is vezettük be, bocsánat, hogy közbevágok, 2-3 éve kezdtük el a kiemelt ügyek igazgatósága a munkáját, direkt ezért hoztak minket létre, hogy az illegális fekete kereskedelmet az élelmiszerláncba felszámoljuk, és azóta, ha visszanézitek a médiában, rengeteg videót, közleményt, fényképet jelentetünk meg, hogy egyrészt a lakosság és a lakosság révén a jogalkotók is lássák, hogy mi történik. Igen, csak nem tudom, mi a higiéniai probléma. Tehát a földön tartott hús, ami hűtés nélkül van, 200 kiló, ezt nem is értem egészen egyszerűen. Várjatok, azért ez nem a földön volt, ez egy fagyasztókamrában volt. Ja, a fagyasztókamrában. Tehát azért mondom, hogy azért adjuk meg a másik félnek is úgymond az ártatlanság bizonyos tekintetét, tehát nem a földön tartott, hanem a fagyasztókamrában voltak lefagyasztva. Hát én olvastam olyat is, hogy a padlón találtatok egy csomó mindent. A padozaton volt elhelyezve a fagyasztókamrában, mit tudom én, a csomagolt zöldség kartondobozba, tehát az se szabályos, de az még nem olyan higiéniai probléma, ami miatt bezárhat. Én azt olvastam, hogy ez tényleg, például egy cikk szerint az épület helységeinek állapota szintén nem felelt meg az előírásoknak, a konyhában a falak csempehiányosak, az ajtók tárolószekrények sérültek, takarítatlanok voltak, a hús előkészítőben, a mosogatóban szennyvíz elvezetője csepegett, a raktárban közvetlenül a padozaton tárolták az élelmiszereket. Hát ezt így elolvasva nem gondolnám, hogy holnap rendelni szeretnék tőlük. Így van, ezért is tettük meg azt a lehetőséget. Ez nekünk sajnos még a jogszabály szerint nem volt elegendő, hogy bezárjuk, viszont ezért jelent meg a médiában a cikk is, és mindenki, aki érintett, eldöntheti, hogy szerződik ezzel az ügyféllel, vagy pedig fönntartja a szerződését. A mosogatóban a szennyvíz elvezetője csepegtetett, ez nem higiéniai probléma. Tényleg nem értem. Egyszerűen nem értem a dolgot. Ez még nem olyan súlyú, sajnos. Ahogy a szennyvíz belecsöpög a mosogatóba? Nem a mosogatóba, a mosogató alá csöpög. A mosogató alá. A szennyvíz. Hát a mosogató légy.
Jó, nyilván nem azt hívátok, csak kérdezem. Mennyi időnként jut sor arra, hogy mondjuk ugyanazt a szolgáltatót még egyszer bevizsgáljátok? Mekkora kapacitásotok? Hát azt tudni kell, hogy ugye több százezer egység van az országban, amiben, ahogy a Feri is mondta, beletartoznak a kistermelők, a nagyüzemek, a piacok, a szupermarketek, stb. Itt éves szinten több ezer ellenőrzés, több tízezer ellenőrzés van. És ami még fontos, és beszéltetek róla, hogy miért nem tudhatjátok, a Nébi honlapján meg lehet nézni az elmúlt időszakban több mint 400 közétkeztető konyhát minősítettek a kollégák. Ott névvel, az minősített ételnek a megnevezésével, fényképekkel mindent láthatnak a szülők az ország teljes területén, tehát minden megyében voltak ilyen ellenőrzések. Én javaslom nektek is, illetve a egyéb érintett közétkeztetésből résztvevőknek, hogy nyugodtan nézzék a... Ott vagyunk, fönn vagyunk, látjuk. És ott vannak a nevek, címek, mindenhol. Erre hivatkozva egyébként egy óvoda vagy egy iskola felmondhatja a szerződést ezzel a céggel? Természetesen, hiszen az ugye két fél között ez egy polgárjogi megállapodás, ezt a hatóság nem befolyásolja és nem is akarja befolyásolni, kikivel szerződik. A büntetési tételen nem akartok emeltetni, még egyszer mondom, tudom, hogy ez nektek szintén szabályszerűen kell menni, és nem ti hozzátok, de pár százezer forint egyszerűen gyötrelmesnek hangzik. Tehát ha valaki így etett, akkor azt mellény zsebből kifizeti, röhög egyet, és aztán bízik abban, hogy nem jöttök újra. Tehát azt nem lehet kezdeményezni nektek a jogalkotók felé, hogy legalább abban adjanak szabad kezet, hogy elrettentő erővel, mondjuk ne pár százezer legyen a büntetési tétel, hanem legyen félnivalója annak, aki egy ilyet üzemeltet, és azt mondja, hogy nem éri meg csalnom, mert ha kijönnek, 10 millió forintra büntetnek, sokkal többet viszel egy büntetés, mint a profit, amit azzal hozok, hogy mondjuk, nem tudom, lejárt szavatosságú húst etetek. Ez a 2-300 ezer forint nem tűnik túl nagynak, nem? Jó, azt gondolom? Így van, bizonyos szempontból jól gondolod, azt azért látni kell, hogy itt is egy szigorú képlet alapján kell kiszámolnunk, és nincs az ellenőrnek mérlegelési joga, hogy most én ezt sokkal súlyosabbnak ítélem, egy képlet alapján számolunk. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy egyes cégeknél, ahol sokkal komolyabb, nagyobb mennyiségben 10-30 tonnákat kobzunk el, és kiszabunk mondjuk 100 millió forint bírságot, akkor az a cég másnap csődöt jelent, és egy hét múlva alakít egy új céget, és a 100 milliót se fizeti be. Tehát ilyen szempontból sajnos ez egy örök harc az elkövetők, illetve a hatóság között, hogy hiába milliárdot is kiszabhatnék bizonyos esetekbe, akkor úgyse fogja befizetni, tehát nincs ilyen szempontból visszatartó ereje. Igazi visszatartó ereje az van, amikor megjelenik a médiába, a sajtóba, és akkor mindenki megtudja, sokkal nagyobb az elrettentő erő ilyen szempontból. Hát ezért beszélünk róla mi is. Hát így láttam van. Ezeket a híradóanyagokat, hát ez egész egyszerűen. Pontosan ezért is forgatunk mindenütt úgymond filmet, fényképeket, és ezt mindig át is adjuk a médiának, hogy jelenjen meg. És mondom, a honlapon pedig a jogszabálysértések listáján mindenki megnézheti. Személyiségi jogok, gyerekek, hát ilyen esetben azért, na mindegy, nem fogjuk ezt tudni feldolgozni, szerintem. Ezt igen, olyan kicsit, dolgot. Mintha azt védenék, aki egyébként, bocsánat, de mosléka leteti a gyereket, meg a felnőtteket. Tehát, mintha a jogalkotók azt mondják, hogy nem az a lényeg, hogy te megeszed és áldozattá válsz, hanem azért inkább azt védjük, aki ezt elköveti. Mert lehet, hogy mégse tudott róla annyira, meg nem volt olyan súlyos szabályszegés, meg lehet, hogy azért jó hiszeműen követte el, nem? Ezt nem érzed, vagy nem így gondolod, hogy... Hát nézd, ezt ti kimondhatjátok, én mint köztisztviselő nem mondhatom, én nekem a jogszabályokat kell végrehajtani, de természetesen... Jó, akkor kérdezek valami más, ha szabad kezetek lenne a büntetésben, erősebben büntetnél? Én azt mondom, hogy szigorúbban ellenőriznék, és a büntetést azt mindig a tétel nagyságához igazítanám, hiszen az előbb is mondtam, most ennél a cégnél is kiszabunk 100 millió forintot, megszünteti a céget, és másnap újra nyit egy másikat. Tehát azért mindig arányba kell lenni az, ami befizethető. Inkább én azt mondanám, hogy és azt csináljuk is, hogy ezekhez a cégekhez sorozatosan visszajárunk, és mindenféle egyéb cégeknél is, aki már elkövetett valamit, fokozottan ellenőrizzük. Tehát akkor várható, hogy visszamentek hozzájuk is. Természetesen biztos. Megnyugtató. Megnyugtató. Köszönjük szépen. Jó, hát megkérdezzük, persze tudom, hogy nem könnyű nektek, hát mindent megtesztek, meg le a kalappal a Rébik munkája előtt. Hát én sorra hallom, hogy mit találtok, vágóhidat, videókat látok, felszámoltok dolgokat, tehát nyilván mindent megtesztek, csak nincs kitől igazából megkérdezni ezeket a dolgokat, azért örülök, hogy tudtunk beszélni. Így van, még ha annyit elmondhatok, pontosan kicsit 3 évvel ezelőtt, amikor megalakult ez az igazgatóság, teljesen új módszerekkel dolgozunk, tehát mi nem 8 és 5 között járunk, hanem éjszaka hajnalba. Nem csak élelmiszerbiztonsági szakértők vannak itt az igazgatóságon, hanem volt NAVOS revizorok, bűnügyi nyomozók, egyéb rendvédelmi szervek, kollégák, illetve informatikusok. Tehát mi is próbáljuk felvenni azt a ritmust, amit a
pirosban járók követnek, csak ilyen módszerekkel lehet ezeket felszámolni. És alkalmaztak néhány túl brutálisnak bizonyult tekest is. Ezt még nem, de, de már gondolkoznak. Azt meghagyjuk neki. Fura egyébként. Na jól van. Hát mi is akkor feltesszük a honlapra, meg akkor nálatok is a Nébiken lehet érdeklődni. Így van, minden további nélkül. Ez a cég ma ugyanúgy ételt ad egyébként? Bocsánat, még egyszer. Hogy a most a cég, ha én akarok tőlük rendelni, ma ugyanúgy rendelhetek tőlük ételt? Tehát így a vizsgálat alatt is? Igen, igen, igen. De ez hogy van? Hát mivel a működését nem függesztettük föl, ezért a fogyasztatóságra alkalmatlan ételeket kivontuk a konyhájából, ezért megilleti az a jog, hogy tovább működjön. Tehát találtok egy ilyet egy hete, és ez a cég ma vidáman ugyanúgy üzemel, küldi a kaját, és eteti a fél országot. Így van, sőt, ha olyan eset van, amikor felfüggesztik a működését, mert annyira nem tartja be a jogszabályokat, ha ő megcsinálja a hiányosságokat egy nap alatt, egy óra alatt, egy hét alatt, akkor ugyanúgy kinyithat, és ezt nekünk engedni kell, hogy kinyisson. Hiszen vélelmezzük azt, hogy ők rendbe tették a dolgaikat. Pontosan. Egyszer hibáztak azt, elvitték a rosszat, most már jó az étel. Én néhány helyen annyival szigorúbb lennék, de komolyan mondom, ahol gyerekről van szó, ahol arról van szó, hogy mit eszel meg, ahol több ezer emberről van szó, hát nem itt kellene igazán keménynek és szigorúnak lenni? Tehát én értem, hogy egy kamionsofőrt is meg kell büntetni, a két órával tovább vezet, és azonnal 500 ezer, meg lehet őket léptennyomon megállítani, meg veszélyesek, meg az úton közlekednek, de itt emberek tízezreiről, húszezreiről van szó, akik ebből a kajából rendelhetnek. Hát nem ez lenne a legfontosabb? Nem itt kellene a legerősebben lecsapni az ilyen típusú cégekre, és felszámolni őket, hogy ez ne fordulhasson elő, hogy gyerekek például ilyet tegyenek, elképesztő. Jó, Ferenc, ez nem neked szólt. Köszönjük szépen, jó munkát és sok sikeres hasonló felderítést kívánunk. Le a kalappal a Nébik előtt, hajrá! Köszönöm. Úgy látszik, ti vagytok az utolsó reménységünk, ahogy Leja mondta ugye Obi-Wannak, hogy megtaláljátok ezeket a cégeket, hát sokan sokféleképpen rendelnek. Ferenc, köszönjük szépen, jó munkát! Köszönöm, szép napot! Köszönjük szépen, dr. Helik Ferenccel, a Nébi kiemelt ügyek igazgatóságának vezetőjével beszélgettünk. Nem könnyű nekik se, hát nyilván egy megalkotott, tehát egy jogalkotott úton mennek, ugye nem nagyon tudnak olyan jogszabályokat hozni, nekik csak betartatni kell ezt, de azért ez elképesztő volt, amit hallottunk, nem? Nem, nagyon durva. Hiába büntetsz, nem büntethetsz igazán nagyra. Ha nagyra büntetné, akkor kiszáll a cégből, csinál egy újat, simán. Mindig van kis kapu. Na jó, nézzétek meg, hogy milyen cégekről van szó, lapozgassátok a Nébi honlapját. Ha óvodák, iskolák vagy a gyereketek érintett benne, akkor érdemes tényleg ezeket tudni és tisztában lenni velem. 9:05 jövünk a hírek után. 3:49 múlt pontosan. 3 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az M1-es 140-es kavicsánál a felüljáróról mérnek Bécs irányában. Ezt Huszi küldte nekünk. Valamint van egy olajfolt a vizes aszfalton Nagyatádtól Lábodig. Mindenki legyen óvatos. Én megcsúsztam az új körforgóban 40 tonnával. Olyan videót láttam most valamelyik nap, én nem is tudom, már annyiszor megfogadtam, hogy nem klikkelek ilyen videókra. A betonkeverős. A betonkeverős. Mi volt? Beleesett? Jézus Mária, én megnéztem tegnap egymásnál háromszor, nem hittem el. És én mindig megfogadom, hogy nem nézek ilyen videót. Most aztán mondjátok el, hogy mi ez. Ne. Ja, nem mondjátok el. De. Áll egy autó, Shanghai, Taiwan, én nem is emlékszem, hogy hol áll egy autó, és így a mögötte lévő autónak a kamerája mutatja, hogy ugye most már nagyon sok autóban van ilyen fedélzeti kamera. És jön egy betonkeverő szemből, és a betonkeverő aztán bemegy egy körforgalomba, hogy valaki átmegy előtte, és elkapja a kormányt pirosan, a betonkeverő. Pirosan jön át már a betonkeverő, és már megindul a forgalom keresztül. Megindul, és látod szemből, látod a kamera, hogy szemből jön a betonkeverő ugye balról, és elkapja a kormányt, és a betonkeverő megbillen. És áll a kamerás autó előtt egy másik autó. Hárman ültek benne. Oh. És a betonkeverő, ahogy jön, ugye elbillen, már nem tudja visszarakni egyenesbe a betonkeverőt, nem tudom hány tonna. És úgy, ahogy van, az egész autó betonosult keverőcső rádől az autóra. Figyelj, és én már annyira szídom magam ilyenkor, hogy megint mekkora állat vagyok. Néztem, és annyiszor megfogom, hogy semmi ilyen korhatáros videót nem nézek, nem terhelem ezzel magam, mert engem ez megvisel. Mint egy napok ez a pornó is korhatáros, csak mondom. Az nem visel meg, azért. Sőt, de vannak dolgok, másféle szempontból igen. Vannak dolgok, amik kifejezetten jót tesznek, ha feszült vagyok például. De ilyen típusú videókat nem. Na, hát köszönjük szépen a hozzászólásokat, nagyon sok jött igazából, sok-sok tapasztalat. Azt hiszem, hogy ez így ebben a formában kerek volt, nagyon helyesek voltatok, hogy írtatok. A legfontosabb tényleg, hogy ha máshol nem, akkor tényleg a Nébi honlapján nézzétek meg, hogy melyik cégről van szó, kiről van szó, én is bemondtam.
és rengeteg újságcikkben benne van, tehát utána tudtok nézni, és akkor el tudjátok dönteni, hogy rendeltek, nem rendeltek, vagy tudtok szólni az óvodába, iskolába, hogy lehet, hogy érdemes vigyázni, és hát ez nyilván csak a jéghegy csúcsa, tehát kérdés, hogy még hány ilyen üzem van, és hányat találhatnának, és a mi gyerekeink hogy és honnan, és mikor és mit esznek meg, de nagyon szomorú ez az egész, nem? 13. kerületbe kiszállít, írjátok, megnézzünk utána. Hát biztos sokan, sokféle. És miért nem a kórhely? Közétkeztetésbe belefogni, hát, óriás rántatú, miatt megbuknánk, nem lehet, hát se sóc, se cukor, se íz. Érted? Meg három gyerekre egy disznó. Szerintem az korrekt. Szerintem az korrekt. Hallottátok, mit fedezett föl a NASA, gyerekek? Jaj, nem áll. Ne, kérlek szépen. Nem hallottátok? Igen, hallottuk. Hallottuk, úgyhogy hagyd a francba, nem érdekel. Elképesztő, amit felfedeztek. Na? Képzétek el, hogy azt mondja a SETI, de rövid leszek, ígérem. Ki az a SETI? Bucó SETI, tehát biztos emlékszel rájuk. Igen. Mondtam, hogy keresett a Csaki Feri. Ismerem. Már elsütöttem. A Kepler űrtávcső vette észre. Nagyon érdekes a dolog. Rejtélyes objektum. A Kepler űrtávcső észrevette. Igen, bajom van ezzel a szóval. És az észlelt objektumok szabálytalan alakúak, és szabálytalan időközönként haladnak el egy csillag előtt. És egyelőre nem tudják megmagyarázni a kutatók, hogy mi lehet. Komoly csillagászok azt mondják, hogy nem szívesen dobálóznak intelligens létformákkal, de vizsgálják az eshetőséget, ami nagyon érdekes. 1500 fényévre tőlünk van egy csillag, és a Kepler, az űrtávcső gázóriásokat keresett csillag körüli pályán. A Kepler az űrtávcső, mert azon gondolkodom, hogy Kepler úr már nagyon régen elhúnyt. Igen. És először nem vett észre a fura objektumokat, azóta minden mérés ugyanazt az eredményt hozza, vagyis hogy nem tudják, hogy mik azok. És nyilatkoztak a Yale Egyetem kutatói, akik azért nem hülyék, hogy soha nem láttunk még semmi olyasmit, mint ez a csillag. Nagyon furcsa. Azt hitték először, hogy hibásak az adatok, de kiderült, hogy nem. És azt mondják, hogy valami kering a csillag körül, ami úgy néz ki, mintha idegen civilizáció által épített, formátlan képződmények lennének. És ők azt mondják, hogy az idegenek mindig a legutolsó hipotézis, ami felmerülhet, de úgy néz ki, mintha valami olyan dolgot, olyan dolog keringen a csillag körül, ami nem lehet üstökös, nem lehet csóva, nem lehet homokszemcse, semmi, hanem egy épített dolog. És most rádiójeleket küldenek, hogy hát ha fognak valamit. Hát ha... Tehát a csillag körül kering egy brutális, hatalmas objektum, ami úgy néz ki, mintha megépítették volna, mert nem bolygószerű, nem csillagszerű, de nem is csóva, nincsen üstökös, tehát nem ez. Aha. És azt mondják, hogy mintha valami hatalmas dolgot épített volna valami. És egy hát ha formátlan, dolog... akkor igazán fennek, ez az épülő harmadik. Nagyon érdekes. Halálcsillag. Mert még nincs kész. Úgyis azért érdekes, nagyon ez, érdekes a dolog, ez a dolog, mert minden a tökéletességre törekszik. Az a civilizáció a világűrben, aki képes arra, hogy egy ilyet összehozzon, az nyilván annyira hülye, hogy egy alaktalan vackot fog összehozni. Mert még nincs és... kész. Ja, mert még nincs. Aha. Mert a még attól formátlan, hogy még rajta vannak az állványok. A világűrben. Hát érted. Hát meg valahogy föl kell rakni a külső pajzsot, értem. Majd, ha kész lesz, akkor lesz gömb. Így van. Mm-hmm. Azt mondják, hogy az emberiség nem tud akkora dolgot elképzelni, ami ez, tehát hogy óriási, és hogy ez kering a csillag körül, és úgy néz ki, mint az idegen civilizáció építette volna, de mondom már, a Yale Egyetemről nyilatkoznak, a SETI nyilatkozik, tehát hogy nagyon-nagyon érdekes. Nagyon érdekes nem a dolog, és izgalmas. Nagyobb, mint két mangalica. Nem lehet. Nagyon mint három kecske, meg három malac. Hogy van? Hogy van ez? De tényleg egyébként. És azt mondják, hogy a fejlettebb civilizáció építhette ezeket az építményeket. De ez csak egy jel. Rejtélyes csillag mögötte körül kering. Mögötte van a csillag. Hát kering a csillag körül. Aha, vagy igen. A civilizáció. Nem zseniális? De durva. Találtunk valamit, de nem tudjuk mi az. Tehát óriási. Akkor nyilván idegen civilizáció. Hát nem tudjuk mi az. De az utolsó esetőség az, hogy idegenek. Na mindegy, nektek ez nem érdekes, csak el akartam mondani. Én csak meglettünk volna a hír nélkül. Remélem, hogy még nem működőképes. Hallácsi. Mert akkor millióknak a sikolyát fogjuk hallani nem sokára. Persze, mint az Olderán, amikor felrobbant. Na jó, van, mutatjuk a hármasugrás beugrót, ezt csak el akartam nektek mondani, olvasatok. Te jól tettem. Baromi jó. Tudom, izgi volt. De hát, ha van, aki ezt szereti, és van, akit érdekel. Izgalmas.
ha elképzeljük, hát hogy egy 1500 fényévre található csillag körül kering valami, amit akár építhettek is, mert nem tudják, hogy mi az. Éve épít. Tehát amit most látunk, az 1500 évvel ezelőtti, nem? Fejlődt a csillagászat, minimum az 1500 év alatt ír ide a fényév, tehát ha te fölnézel az égre, ott nem látsz más, mint a múltat. Na, tehát akkor most nem a jelent látod az égbolton, hanem a múltat. Hát nem, hogy kész van, lehet, hogy már is adták Ócskavasnak. Igen. Annyi, hogy egy 8000 év és itt a válasz. Tehát csak erre gondoljatok. Na, megvárjuk. Picit lassú az adok-kapok. Tehát nincs egy ilyen egymás szavában nem fogunk vágni, hogy az volt a Marsi című film. Nagyon integetni nincs értelme. Tehát nem lesz egy ilyen nagyon durva, mondjad, én mondom, te mondod, ő mondja, se 8000 év alatt itt van. Tehát pillanatok alatt van egy hello, hello, mennyi év, tehát 6000 év, tudod, gyorsan megy majd. De minden esetre izgalmas a dolog. Na mutatjuk, mit kell kitalálnatok, figyeljetek. Ez a beugró hármas ugráshoz. Azt gondolom, hogy gondolkozom. Ha 1500 fény év, akkor a rádióhullám az mennyi idő alatt ér oda? Számoljátok-e hírek alatt, jó? Okay. Jó, mindenképpen. Jó. Mutatom a részleten. Feri, itt a ceruzán, egy papír. Istenem, de jó dalok ezek. Igen. Hát, ha felismertük volna. Nincs meg? De, sajnos, a már utolsó előtt is. Annyit segítünk, hogy ez egyszer már volt. Igen. Semmi baj, Zsula, adás után levágjuk a bal kezed, de ne te egyáltalán ne törődj, ez semmi baj. Ez mínusz 10 ezer hónap végén. És oda fogjuk beszúzakolni, ahol a legszűkebb baj. 3 perc van pontosan, 9 óra, drága hallgatók. Péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy 9 óra után fél tízig tiétek a főszerep. Nagyon szívesen válaszolunk a nekünk feltett kérdésekre. Nem kell, hogy ezek a kérdések velünk kapcsolatosak legyenek, ha az sem baj. Bármi, amire keresitek a választ, nem találjátok. Gyermeknevelés, sport, közélet, ufok, film, tenisz, kecske, ufok, mangalica, kecske. Bármi. A közösségi kecske. Ettél sajtból ma? Ettem finom. Na ez a mi kecskénk. Á, akkor már nem eszem többet. 3 perc a pontosan 9 óra, SMS számunk 0 75 00 00 00, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 11 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Az M2-esen nagy razzia készül Göd előtt a benzinkútnál, mindkét irányban. Szép reggelt, vigyázzon mindenki, aki arra megy. Aztán azt nézem, hogy az M7-esen is van valami, a 133-134-es kilométernél trafi mindkét irányban X-mentős küldte nekünk. Vigyázzatok, szépen lassan kell menni, és akkor nem lesz baj. Budapesti alsórakpart csak a szokásos Edina küldte nekünk, az M3-as autópálya 92-es kilométerénél trafiznak Miskolc irányában, Nagyatád és Lábot között autó az árokban, valószínű az olajos út miatt Justin küldte nekünk. A Fehérvári út és a Galambóc utca kereszteződésében villamos és teherautó ütközött torlódás várható. Galambóc utca, mond ez neked valamit? Hogy ne mondanám már. Istenem. Galambóc utca, éveken keresztül jártunk ott az E-plusz villa. Ott indult ott az E-plusz elemizre, egy társasház patlás terében. Igazi profi hely. Igazi profi hely volt, ott indult az E-plusz televízió. A hely tulajdonosának egyébként húsüzeme is volt. Igen. Közben onnan tőle béreltük, egy padlástérben tök volt jó. A stúdió. És akkor volt mindig rántott hús, meg pörkölt? Nem. Annyira nem volt. Annyira nem voltunk gáláns. Egy kis autó befordult a villamos elé a Fehérvári úton, nem járnak a villamosok. Igen, hát ez ugyanaz lehet, mint a Galambóc utcai. 4-es út 177-es kilométernél trafi, Skoda Yeti küldte nekünk. Láttátok az Apollo 17-ről megjelent UFO-s videó? Nem, mindegy. Jó. De ez nagyon izgalmas. Ennél csak egy izgalmasabb témát tudnék most mondani, hogy vajon elvitték azt a három régi padlószőnyeget most a házunk elől? Az a baj, hogy próbálok folyamatosan meggyőzni benneteket valamiről, és egyértelműbbnél egyértelműbb bizonyítékokat mutattok nektek, és idejöttetek, ezt is megnéztétek, megrándítottátok a vállatokat, és elmentetek, és egyszerűen már nem tudok mit mutatni. Nem. Az van, hogy egyértelmű bizonyítékokat mutatsz arra, hogy most már neked mástól áll föl. Figyelj, de ezek nem bizonyítékok. A NASA adta ki ezeket a képeket. Az Apollo 17 eddig kiadatlan fotóján lehet látni valamit. Fotó is, és videó is. Nézzétek meg, üssétek be, valamit. Apollo 17. Érted, Feri? Aha. Miért nézel ilyen bombán értetlenül? Mennyi? Valamit.
valami van rajta, aha, de nem tudják, hogy mi ez most. Miért nem ugrasz föl és kezdesz el üvöltözni, és azt mondani, hogy úristen, hihetetlen. De hogy figyelj csak, ez mikor volt ez az Apollo 17-es sztori? Csak így kérdezem. Ugye az amerikai űrprogram, az ugye nagyjából Kennedy, hát egy 40 éves felvételről beszélünk. Évek közepe, 50. Vége, 70-es évek, aha, eleje nagyjából. Hát több mint 40 éves felvételről beszélünk, ami eddig senkinek nem tűnt fel, hogy ez a rohadék, ez ott kering. Nem, ez annyit, hogy rengeteg fotó, videó volt, és az a NASA most úgy döntött, hogy 30 évvel később, 40 évvel később az Apollo misszióról több ezer lenyűgöző fotót készített, ők ezeket hivatalosan közé teszik, hát ez nem fért hozzá senki. És az Apollo 17-en látható ezen a fotón is videón, hogy száll le ez az űrkapszula a Földre, és fölfele mutatják az űrt. És egyszer csak azt látott, hogy egy három kicsi pontból álló kis objektum körkörös mozdulatokkal szépen A-ból B-be, balról jobbra, így átrepül a képernyőn. Aztán bekarikázzák ezt neked pirossal, kimerevítik, és azt látott, hogy teljesen értetetlen módon a NASA felvételei, nem egy amatőr csillagász, nem hamisítvány, senki nem nyúlt bele a NASA, és elmondta, hogy igazából látjuk, mi se tudjuk, hogy az nagyjából, mi nem tudjuk megmagyarázni, balról jobbra három kicsi pont így átrepül. És ezt egy akkori kamera, hát nyilván nem egy GoPro, vagy nem tudom, de rögzítette egy fedélzeti kamera, aminek az lett volna a feladat, hogy alulról mutassa azt a kis eszköz, amitől elszakadt a holdra szálló egység, és fölfel az űr felé áll a kamerának az optikája. És látod, hogy átrepül három pici pont. Azért ott olyan sokan nem repkedtek. Hát nem. Azt mondja Náza, hogy rendben van, látjuk, nem hamisítvány, de nem tudjuk, hogy mi az. Szerintem az oroszok. Vagy óvatosabban kellett volna ezt a régi kópiát letakarítani, és nem dörzsi szivacsal, mert megsérült. De egyébként, srácok, megnyugodhattok, én is megnyugodtam, a lányom írt el. Elvitték a három padlószőnyeget. Hogy valami fontosról is beszél. Ez az. Jól van. Balidobb egy százas. Jó, én szíves, én ezt bevállalom, gyerekek, én ezt bevállalom. Apollo 17 ezért egy százas. Amikor a Ferrari a kecskésért egy ezres dobtam a kecskéért, és annak haszna is van. Na, péntek van, az utolsó fél óra pedig, ahogy szoktuk mondani a hallgatóké, és igen, azt írják, hogy lehet, hogy kapszulák Andrea repült arra. Na jó. Kapszulák Andrea. Kapszulák Andrea. Az utolsó fél óra egy arról szól, hogy kérdezhettek nyugodtan bármit. Tulajdonképpen ezt sokszor mondjuk, de elmondjuk még egyszer, ez a rovat azért indult el, mert nagyon sok kérdést kapunk mi hétköznap SMS-ekben, e-mail formájában az utcán megállítanak, és hát nyilván az embernek se lehetősége, se fizikuma nincs arra, hogy minden kérdés minden pillanatban mindig 100%-osan megválaszoljon. Ez az utolsó fél óra, ez a hallgatókról szól, kérdeztek, nagyon szívesen válaszolunk. Ez egy interaktív fél óra, vagy interaktívabb, mint az elmúlt órák, mert hogy szerintem azok. És láthatok abból? Na jó, nem. Jézus. Abba hagytam, nem akarnak. Remélem, azért a WC-deszkákat se hagyták. Egyszer egy olyan műsort is lehetne csinálni, hogy a három embernek mi van a fejében. Mindenki a saját kis univerzumában is létezik. Na, itt kiszámoltátok, hogy 1500 fény év, akkor mennyi idő alatt megy a rádióban? Azt írják a hallgatók, hogy ugyanannyi. Láttam én is. Igen. Annyira rossz állapodó volt már ez a kis kézikocsi, kénytelen voltam megválni tőle. Atya úristen, gyerekek, atya úristen. Na, nézzük a kérdéseket. Melyik évben jutnak ki szerintetek a világversenyre futballistáink? Ez Z kérdezi tőlünk. Jó kérdés lehet, hogy melyik év az első év, amikor kijutnak a futballistáink? Na, mondjatok valamit. Most még a remény ugye mindig megvan. Bizony. Jövőre ott leszünk az EB. Jövőre nem leszünk ott valószínű az EB-n. Nagyon sok csapat drukkol, hogy minket kapjon a sorsoláson, mert mi vagyunk a gyengébb csapat. Hát ez egy nagyon hosszú folyamat itt. Én szerintem előbb találkozunk az UFO-kkal. Tehát, hogy először lesz meg a nagy találkozás, ide jönnek, köszönnek, és utána a magyar válogatott kijut. Tehát nagyobb az esélye annak, hogy először bebizonyosodik, hogy van értelmes élet a Földön kívül. Amikor mi rendezünk világversenyt, akkor. Ha csak addigra nem változtatnak azok a jogszabályon, hogy alanyi jogon jár a kijutás, igen. Azt mondja, top 5 metal lemezet, gyorsan sorolt föl, Jani, kérdezi egy hallgató. Top 5? Igen. Azt gyorsan, mondja, nincs gondolkodás. Arise, Iron Maiden, Number of the Beast, Metallica, Fekete Album, illetve nem, inkább az Injustice, az sokkal kiestél, jobban nem szeretem. Lehet váltani. Nem. még kettő. Fú, basszus, annyira még nehéz kettő, dolgot most, kérdezek. Gyerünk, figyelj, várjál, hogy kell. Obituári, Killing Everybody. Oké, Omen jelek, hogy azt is mondjak, meg mondjuk a tankcsapdától jönnek a férgek. Ja, és a Number of the Beast-ből egy kis idézetet, légy szíves. What do you ever see for the birds, Mr. Beast, the referral of because you know it's the time short. Reckon a number of the beast, the teasing human number, its number, it's 666. Rigó utca, középpont, most.
most hozzátok a jelentkezésémet, közép most megírjuk. Én 12 évesen így bifláztam. Hát, és azóta megvan. A kamu angol. Nyomot hagyott. Gyerekes rá. Kamu angol. Hát én nem voltam érte. A gitárosok riffenként szedték le az összes témát, érte. Én meg megtanultam szóról szóra az egész szöveget. Na, következő kérdés. Szia, Bali, azt szeretném kérdezni, lesz-e még Wunderschön újra a tévében? Miki kérdezi. A választ nagyon egyszerű. Nem. Nézzük a következő. Okot nem kérdezett. Az ismert okok miatt. Nem, Wunderschön nem lesz többet. Az egy nagyon bátor próbálkozás volt. Továbbra is azt gondolom, és hogy még bátor. Nem érett rá a közönség, azt kell mondani. Nem érett rá. A közönség rá, megérett. A közönség az megérett rá, megmérettetett, és hát tulajdonképpen nem is azt mondom, hogy elbuktunk, az egy bátor próbálkozás volt, de nem volt akkora sikere, hogy egy kereskedelmi csatornának azt megérje műsorom tartani. Nem? János, jól fogalmazol. Hát teljesen így értem, hogy jól fogalmazol, ugyanakkor azért hozzáteszem, hogy ez a kis média visszhang, amit az a műsor kiváltott, az inkább annak szólt, vagy annak volt köszönhető a jellege, meg a stílusa, hogy már elég régóta vártak arra, hogy jó masszívan el tudják csázni. Bops. Mit volt? Sebestyén Balázs. Adtunk rá okot, legyünk. De nem, a kutya nem törődött volna, de hát... Magával rántott, mi? Igen. Na, azt mondja, hogy Feri, mi a véleményed az elektromos cigiről? Jó, nem? Jó, használod? Nem tudom, sose használtam. Most gondolkodtam rajta, hogyha megkopasztalak, ugye decemberben, akkor azért ilyen időszaki, ilyen buli dohányossá kéne válnom, mert hiányzik, tehát hogy hiába tagadom, hogy már 4 hete nem, de azért én így nagyon gondolkodtam, és azon gondolkodtam, hogy ezt az elektromos cigit lehet, hogy kipróbálom, karácsony este kipróbálom, vagy szilveszterkor. Nem tudom milyen, fogalmam sincs. De azt is csak a fogadás. Hát csak utána. Hát nem lehet az se, semmit. Se tapasz. Sem. De nem nagyon érdekel, tehát nem akarod kipróbálni, vagy nem vonz. Nem. De még hát minek? Ha nem jelzik az igazi, akkor most minek közdenélem. Igen. Srácok, mit követtem el ellenetetek, hogy semmelyik SMS-emet nem olvassátok be? Meg Pisti. Is vagyunk, mehetsz tovább. Túl is vagyunk ezen. Semmi. Azt hiszem. Évek óta foglalkoztat, hogy működnek a jogdíjak. Hallgatja valaki a rádiót, és azt, hogy milyen számot játszanak, akkor szól, hogy játszották a Well Hello-t, utaljatok el 100 forintot. Köszi, Tibi. Hát elég sok rádió, elég sok műsorát kéne hallgatni, nem? Így van, az összesét egészen konkrétan 0-24-ben le kell adják a rádiók a zenei listájukat, ugye most már olyan zenei programok vannak számítógépen, ami ezt egyébként automatikusan megteszi, tehát kilistázza, és akkor ezt be kell küldeni a megfelelő helyre, meg állapításra kerül, hogy amekkora a te frekvenciád, illetve ugye azt hiszem a bevételek alapján, hogy mennyi pénzt kell befizetned a közösbe, és azt a lista alapján elosztják, ilyen egyszerű. Azt hiszem van egy általánydíj, ugye, amit igen. A rádió befizet, és akkor azt mindenhol szétdobják, hogy Well Hello ennyit kap. Hát ha ő sokat most. Most ő sokat, most igen. Sokat. Majka és Curtis kevesebbet kap. Tehát, hogy ki többet, ki kevesebbet. Majka sokat, Curtis kevesebbet. Igen, tehát alapjelvé ez így működik. Na, azt mondja, hogy egy cowboy pénteken elmegy valahova, és pénteken jön vissza, de csak 3 napig volt távol, hogy lehet ezt kérdezi Tomi. Na, én ezekben nagyon rossz vagyok, ha tudjátok a választ, akkor mondjátok. Igen. Addig válaszolok a következőre. Észak-Amerika történelmében nem vagyok otthon, bocs. Én azt kérdezném meg, hogy meg szoktátok nézni, hogy egy-egy adást mennyien hallgatnak vissza? Kérdezi Móni. Most mire gondolsz, Móni? Ezt jól lenne tudni, hogy mennyien hallgatják meg, vagy mennyien hallgatják vissza. Azt, hogy mennyien hallgatják vissza, azt szoktuk tudni, mert azt lehet tudni. Arra különböző programok vannak, meg lehetőségek, ha valakinek okos telefonja van, hogy mondjuk podcastek formájában ő meghallgassa. Zsül egyébként az emberünk, aki minden héten pénteken elküldi nekünk, hogy egy adott interjút azt hányan töltöttek le, és látjuk a heti számokat, hogy 5000-en, 8000-en, 10000-en néztek, hallgattak meg, vagy inkább hallgattak meg, ugye egy-egy interjú részleten. A mérés az teljesen más a rádiónál meg a tévénél, tehát amíg a televízióban ugye te megkapod, hogy hányan néztek téged, szinte tényleg nézőszámra lebontva, korosztályra lebontva, a rádiós mérés az teljesen más. Ez máshogy működik, ott nem napi mérés van. Más is a módszer, és más is a mérési mechanizmus. Mi hétfőn nem tudjuk megmondani, hogy ma hányan hallgattak bennünket. Hétfőn már megküldik a tévés nézettséget, és meg tudod nézni, hogy a péntek, szombat, vasárnapot, hogy melyik műsort mennyien nézték. Tehát teljesen más mechanizmus a mérés. Nem lenne baj egyébként, a mostani rádiós mérés tök egységes és tök jó, de milyen klassz lenne majd egyszer, már lenne egy ilyen műszeres mérés, hogy például mindenkinek lenne egy karszalag, és a karszalag leolvasná, hogy te melyik adót hallgattad, és percre pontosan teljesen egyértelműen ki lehetne mutatni, bár a mostani mérés a rádióban, hál' Isten, hosszú idő után egységes, jó és abszolút hiteles. Tehát ez egy jó mérés. Szerintem eljön az az idő, amikor mindenki tényleg a telefonján fog majd hallgatni rádiót, és a telefon leadja. A telefon pedig leadja.
ugye megfelelő információkat. Hát ahogy a televíziónál is van, hogy X háztartásban ugye benne van ez a kis kütyű. A rendszer erre kész van egyébként, minden rádió egy ilyen kísérő jelet adna a rádió jele mellé, de ezt te nem hallod, és egy, mondjuk egy óra, amit pont te mondtál, vagy egy telefonos applikáció ezt érzékelni ezt a jelet, és azonnal tudná küldeni, hogy ezt most akkor valaki a Klassz FM-et hallgatja. Igen. Tehát működő. A dolog csak még nem terjedt el, nem tudom. De ha esetleg valaki kérdezi, akkor mondjátok, hogy a Klassz FM-et hallgatjátok. Főleg most, hogy mérési szezonban. Nem? Ha bárki fölhív benneteket, ne merjetek más mondani. Azt mondja, hogy itt vagyok egy könyvesboltban, keresem Jani könyvét. Sajnos nem jut eszembe a teljes címa, csak annyi, hogy csöcsökvárak. Csöcsökvárak, krémesek, vagy torták. És úgy indul, hogy torták, csöcsökvárak. Jó, keressétek meg, minden benne van, ami Jani érdekli. A krémes csöcsök se rossz, de nem így van, nem ez a sor. Igen. Valás, az lenne egy kérdésem, most már, hogy Pimasz úr az RTL-en van, engednéd, hogy átcucoljon hozzád? Kérdezi Tibi. Én a Pimasz urat nagyon kedvelem meg, szerintem nagyon jó műsorokat csinál. Vendégfüggő, hogy az ember megnézi az ő adását, vagy nem. Ha olyan, és kíváncsi vagy rá, akkor igen, most például a Göncibe futottam bele, és nagyon szórakoztató volt, végignéztem, és szórakoztatott az adás. Legény Gönci? Most már. Igen, az? Hát nem. De most már nagy szerelem van a láthatáron, én azt láttam pont a Pimasz úrnál, hogy szerelem, új barátnő, lánykérés, boldogság. Tehát úgy látszik, hogy mind a ketten más valakivel, ugye Csilla és Gábor is megtalálták a boldogságot. Hát mi erről beszélgettünk egyébként Pimasz úrral. Hülye. Nem, Gábor nem Pimasz úrral költözött össze, Pimasz úr csak oda költözött az egy napra. Világos. Amikor átjött a Pap Gergő az RTL, akkor engem megkeresett, de nagyon intelligensen, nagyon normálisan, és azt tetszett leginkább, hogy egyáltalán nem nyomult. Tehát egyszer fölhívott, és azt mondta, hogy... És másnap már ott aludta a kanapén. Először a kocsiban. Azt mondta, itt ülök az ajtód előtt, nyisd ki az ajtót, mert jöttünk forgatni. Ne, nagyon szimpi volt, hogy azt mondta, hogy figyelj, soha többet nem foglak fölhívni, nem fogok neked levelet írni, nem fog neked könyörögni. Itt vagyok, ezen a csatornán vagyok, mondom, hidd el, hogy azért ezt én is olvasom, látom. Tudom, ha egyszer lesz valamikor kedved, és ha úgy gondolod, akkor nem is a saját házadban, nem is a saját lakásodban, menjünk el valahova, verjünk föl egy sátra, töltsünk együtt egy estét, beszélgessünk. Persze, pillecukrot. De miért kell egy minden mondatomból mindig valamit kiállni? A pillecukrot és a két meleg cowboy történetét a Tisza parton. Ezt most te mondtad, de. Nem, ti már ebbe engem belekényszerítetek. Belezavarjátok a megszólalásomat egy ilyen mederbe. Belerugdostok egy sarokba, ahonnan már nem tudok kijönni. De most mi van abban, érted, egy kis halk harmonika szó? Na, és a én... A tábor tűz mellett. Férfi egyébként nem beszélhet a tábor, nem beszélgethet a tábor tűz mellett, tehát az egyből valamiféle nemi identitást kérdőjelez meg, hogy két férfi egyébként meghittem beszélget a tábor tűz mellett. Dobj egy kis fát a tűzre, Gergő, nem inkább oldom, inkább simuljuk. Jó, értem, hogy... Húzadjunk közelebb egymáshoz. Na, ez a szellemi mocsár. Látjátok, hallgatók, ezzel kell nekem minden reggel itt szembesülnöm, és így jövök ide be, hogy egy ilyenfajta mély repülésben kell részt vennem. Hát ez a fertő, amiben részt veszek. Szóval visszatérve a tábortűzre és a két cowboy történetére, én azt mondtam neki, hogy otthon nem nagyon szeretném. Tehát ez nekem annyira intim, meg annyira bensőséges egyébként. De a sátras verzió azt tetszett. Mi? Nem, gondolkod. Hülye vagy. Mondtam neki, hogy ha egyszer lesz olyan, hogyha majd valahova elmegyünk, vagy úgy alakul, akkor szívesen. De az nagyon bensőséges. Hogy ki településre idart... hoz már el? Ez egyébként nem egy rossz ötlet. Hozd el kitelepülésre, mert tényleg az tök jó. Szállodai szoba, ott kucorogna ízét a szófán, te mindig, te kapod a ízét az elnöki lakosztályra. Nem egy rossz ötlet. Nem rossz. Most komolyan mondom, Feri, az első igazán jó ötleted. Nem, ezt már mondtad egyszer. Két ja, jó, ez már a második ötlet. Akkor azt mondtad, hogy a második, de a három. És megfogadhatod Feri tanácsot, hogy ért hozzá, hiszen ő az ilyen belsőséges témákban otthon van. Belsőséges? Mert ő az előbb ezt mondta. De nem, az a baj, ennek a műsornak szerintem pont az a lényege, hogy én azt akarom látni, hogy a Göncinek kicsit milyen a nappalia, hogy bánik a gyerekével, az az ember, hogy fekteti le, hogy mit mesél neki, tehát a Geri nem mint kísérő jön, hanem mint egy résztvevő, aki részt vesz a te családi életedben, és néha úgy van ott, hogy szinte ott sincs. Egy szállodában, egy pricsen heverve, azért ez nem rossz ötlet, csak kérdés, hogy mennyire lenne ez igazán belsőséges. Hát a beszélgetésektől az lehetne, vagy a kérdésektől, de hát a családi életben... A sauna, mesztelenül szaunáznátok. Szóval, hogy azért itt fontos az otthoni környezet, és ennek a műsornak ez a lényege, hogy megnézem azt az embert, akit nem láthatok egy adott környezetben otthon. Hogy miért alacsonyítod rá az ő is Geri kapcsolatát erre az alpári szintre, Feri? De most tényleg, Geri. Gerivel. Nem Jerry.
Ó, Istenem. Na, azt mondja, hogy nekem olyan kérdésem van, hogy a be nem olvasott, be nem olvasható SMS-eket miért nem teszitek fel egy Morning Show blogra, Facebookra? Hát, ennek szerintem sok oka van. Egyrészt a telefonszámokat nem is tennénk ki, az SMS-ek nekünk jönnek, sokan nem is biztos, hogy hozzájárulnának ehhez. Ezek erre az SMS számra érkeznek, ezeket mi látjuk, de nem jutott az eszünkbe, hogy ezeket feltegyük. Meg ilyeneket minek tegyük, hogy Jani, a lányod nincs iskolában, ha igen, akkor hogy hallgat titeket? Most, hogy elszámoltatnak a gyerek, megy a baleseti sebészetre, mert eltörték az ujját két héttel ezelőtt kosárlabda, illetve kidobósozás közül, és most veszik le róla a kötést. Na most boldog vagy. Jó, hogy jön neki. Mi a műsor címe? Pimaszúr meg cucc. Ez jó. Igen. Beszéltetek már egyszer arról, mi lenne egyszer bekapcsolva maradna a mikrofon, és nagyon kényes témákról beszélgetnétek. Hát ezt mi sokszor lenne. Mondjuk, hogy egyszer abból kéne műsort csinálni, ami akkor hangzik el, amikor. Úcsoldás. Igen, az úcsoldás, ha tudjuk, hogy melyik lesz az úcsó, ugye? Hát az úcsoldás, eltorlaszoljuk majd. Az a baj, hogy kívülről hozzáfér a műszaki igazgatónk. A kábelekhez. Az egész épületet le kell zárasni. Valahogy meg kell oldanunk a dolgot. Na igen. Jönnek egészen személyes kérdések. Melyik ötöknek volt fitymaszűkület? Nekem. De ki kezelted? Nem, ez nem kezelés, ez egy műtét. El korrekciós kell menni, műtét. Igen? Persze. Minden mondjuk meg van a hege. Megmutassam? Igen, de föltesszük az Instára. Sokáig nem tudtam, hogy mi az. És aztán miért nem emlékeztél a műtétre? Mit? Olyan pici volt? Mit? Tehát pici voltál, nem emlékeztél a műtétre? Nem tudtad, hogy azért van, azért heges? Nem. Emlékeztem rá, mert gyakorlatilag az történt, hogy akkor bújtam ki, mint egy ilyen kis hálózsákból. Érted? És egészen kiskorodban megműtöttek? Persze, de hát ez szerintem egyébként a fiúk, hát nem tudom, ilyen 50-60%-ának ez vagy csak engem nyugtattak ezzel? Hogy mindenkinek van ilyen. Persze, hát ez egy tök természetes dolog, nincs ebben semmi extra. Na, Bali, kérek mai tenisztippeket. Nadal, Wawrinka, Murray, Berdy. Mit tippel, Zozi kérdezi? Hát szerintem Nadal, Wawrinka az inkább Wawrinka, Murray, Berdy az de inkább ez... Murray. Aha. Tessék? Jó, semmi, hagyjad. Ha befejezted, akkor mehetünk tovább. Lenne még? lenne még egyébként ezzel kapcsolatban kérdés? Nem. Nagyon jó. Többen kérdezitek el tőlünk, hogy mi a véleményünk a TV2 helyzetéről. Hát, mi igazából ezzel azért nem foglalkozunk, mert azért ez már nem teljesen közélet, inkább ebben nagyrészt azért nyilván lehet akár politikai felhangokat is találni. A dolognak a végeredménye számít szerintem szakmai szemmel, ha az ember televíziósként erre válaszol, hogy létrejöjjön majd egy olyan alternatíva, ami megint újra hosszú idő után valódi éles versenyhelyzetet teremt, és ez jó a nézőnek, ez jó a szakmában dolgozóknak, ez jó mindenkinek, ha két csatorna úgy viaskodik egymással, hogy a dolog nincs eldöntve, hanem mindenhol olyan műsorok születnek, hogy legyőzzék a másikat, mert az minden csatornát arra inspirál, hogy még jobb műsorok szülessenek. Én ezt az egész történetet ebből a szempontból nézem, vagy így vizsgálom, hogy ugye most újra hallani olyan nyilatkozatokat, hogy egy év múlva, két év múlva a TV2 majd újra a legnézettebb csatorna lesz. Ez mindig azt szülte, hogy rengeteg műsor indult, új műsorok indultak, rengeteg embernek lett munkája, rengeteg embert kellett még felvenni, és még nagyobb harc volt a televíziózás piacán, aminek elsősorban szerintem leginkább haszonélvezője a néző, mert azt látja, hogy az egyik csatorna és nagyon sok műsort indít el, és van rá pénz, és a másik csatorna és nagyon sok műsort indít el, és aztán én meg tudok válogatni nézőként, hogy mit nézzek. Hát itt most, hogy milyen jogi fondorlatosságok vannak, hát azt mindenki olvassa, követi. Ezt igazából nem tudunk ez mit hozzászólni, inkább azért mi se tudjuk, hogy mi történik. Nem is tudsz mit mondani. Így kevesen nem tudják szerintem most, hogy valójában mi történik. Hát előbb-utóbb azért az oknyomozó orgánumok, portálok majd azért ezt lenyomozzák, és akkor mi is elolvassuk. Nehéz most erről bármit mondani, hát nem tudja az ember, hogy mi történik. Mondjuk az pikáns, hogy meg kicsit izgalmassá teszi, vagy még izgalmasabbá teszi a dolgot, hogy ugye elviekben az RTL-nek a volt vezére került most a legpárnázottabb posztba, igen, a TV2-nél, úgyhogy az izgalmas, mert ő ugye azért belülről ismeri az RTL-nek a rendszerét, és hogyha szinte boríték alatt, hogy lesznek emiatt változások a TV2-nek, például divatba jön a brillantin. Na, hát dír, hogy örülnek, ha majd lefordítja neki soha a szemét. Soha nem mit mondok neki. Mit mondott, Jani, a reggeli műsorban? Mert ennyit már megtanult a Dirk. Magyarul nem túl sokat egyébként, hogy újra divatba jön a brillantin. Dirk, szerintem. Amikor egy céges partikon mindig oda jött, semmit nem értettem abban, hogy mondta, és akkor virgilulj. Balázs! És mindig így lepattantam mellőle.
Nagyon udvarias volt, mindig jött, mindig érdeklődött, soha nem próbált kommunikálni, kicsit megnyomkodtad a helyet. De ő angolul próbálkozott, vagy magyarul? Egy-két szót tudott csak magyarul, angolul, németül, sok nyelven beszélt. Nem tartotta fontosnak megtanulni magyarul, hiszen nem alig volt itt egy... Tizen évig. Nem, igen. Mikor volt a műtét? Tavaly? Jani? Tessék? Valéria, a Vikit is betettéd adásba, érdekelne az ő véleménye. Basszus a varratszedés. Most kellett volna elmenned. Ez Viki döntése, ha akar, megszólal. Tehát ez nem az én döntésem. Tehát ha ő úgy érzi például ebben az előszobás témában, hogy adjak neki mikrofont, akkor megnyom a piros gombot és megszólal. Nem, Vikit jobban zavarja most ez a Jerry sátrazás. Nem sátrazom a Jerry-vel. Ebbe ti kényszerítettetek bele. Felhívnám a figyelmet, hogy ezt nem önszántamból vetettem. Semmi sátrazás, csak egy közös hálózsák. Egy közös tábortűz? Egy sátor? Egy hálózsák? Feri, van valami jó tippet? Sertés, marha, darált húsból mit csináljak? Attila kérdezi. Van sertés is, meg marha is? Hát most kérlek szépen, most lesz, azonnal adjuk a receptünket a Facebookra. Cannelloni lesz a nagy csőtészta, és azt én pont ilyen vegyes hússal töltöttem meg, darált hússal. Gyönyörű paradicsomos mártásban, egy besamel van hozzá, és összesütött sajtal, és imádni fogod, annyira jó. Hogyha van darált, sertés és marhád, fele-felében a legjobb. Lehet csak marhából is, de így is. Egy jó cannelloni, fettuccini. Na, tessék, meg még egyet tudtál. Honnan olvastam? Cannellott, kerekasztal olvasztal. Jó, húcsa hely. Igen. Na jó van, félig komoly, félig vicces kérdések, köszönjük szépen. Egyébként nagyon sok, ha valakire nem tudunk válaszolni, ne sértődjön meg, jött egy SMS, kérdeztem valamit válaszolni, luxus. Nem luxus, csak ilyenkor hirtelen több száz kérdés jön be, és viszonylag azért rövid a rovat, de jövő héten újra meg tudod kérdezni. Jó, látjuk az SMS, csak nem mindenre jut idő. Fél tíz múlt pontosan 5 perccel, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Nem, háromsugrás játszunk. Hát ott látod? Nagyon jó. Végre. Na, jó, kis háromsugrás. Csak megvillantál. Játszunk egy háromsugrás, hogy hallgatunk. Háromsugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Sziasztok! Szia! Hello! Ági, hello Ági! Sziasztok! Izgulsz, Ági? Hát igazából nem nagyon tudtam, hogy még vár rám 3 kérdésed a felismerés után, úgyhogy most igen, nagyon izgulok. Ráadásul megcéloztam ezt a konzervúrát, úgyhogy nagyon szeretném megnyerni, igen. Nem tudtad, hogy a dál felismerés után még vár rád 3 kérdésed? Ez a beugró 3-as ugrásra. Képzeljétek, nem, pedig minden reggel hallgatlak titeket. De helyes vagy. Hát volt egy kis változás, igen, most ugye ez a beugró 3-4-kor, és utána 9:30-kor játszunk. Igen. Hát igen, én 9 óra után már nem tudok rádiót hallgatni, úgyhogy mindig csak eddig jutottam. Na igen, nem baj, hát most akkor most már 9:30-kor is bennünket hallgat. Ez jó, milyenek a kérdések, Jani? Nem fog szerintem menni. Nem, én valami azt érzem. Nem, benned nem hiszek, hanem nem, tényleg nem csajosak a kérdések most. Meglátjuk. Így szól az első, nyakba akasztó. Az első kivétel. Hány emberi érzékszerv van? Öt. Így van. Menjünk tovább. Igen. Így szól a második kérdés. Melyik osztály csapatával játszott legutóbb világbajnoki döntőt a magyar labdarúgó válogatott? Ne kapkodj. Világbajnoki döntőt a magyar válogatott? Így van, kétszer játszottunk. Használsz internetet? 54-ben. Használsz internetet? Igen. Ez az 54-es labdarúgó világbajnoki. Nem segítünk többet. Hát akkor mondj valamit. NSK. Úgy van. Jól használod az internetet. Legalább és legalább be is vallja. Ez tök jó. Nem volt más választásra, hallottuk a pötyögést, igen. Na? Menjünk tovább. Így szól a harmadik kérdés. Morning Show óráért. Melyik filmben szerepelt együtt Ben Stiller, Tom Cruise, Robert Downey Jr. és Jack Black? Hát ezt nem nagyon fogom tudni. Nagyon jó. Talán még a Matthew McConaughey is benne van. Nincs benne? Nincs. Azért mondtam, hogy talán. Nem tudtuk rajta fogást talán. Kössetek belém, ha tudtok. Ez az irigy kutya? Nem. Oh. Ez a trópusi vihar lett volna. Ilyen jó film. Pedig azt még láttam is. Szenzációs. Tom Cruise nagyon annyira abszurd. Robert Downey Jr. pedig egy afroamerikai játszik meg. Nagyon jó film, tényleg jó film. Egy vígjáték, de nagyon jó. Igen, ismerem. Ha nem arra támaszkodom, hogy a Google-t használom, hanem kicsit az emlékeimet, akkor biztos. Látod? Hogy nem szabad mindig.
a kugira támaszkodni. Indulnak az ajándékcsomagok, jól lőjél egyet, hátha. Tiki taki. Bum. Mondjuk, hát, ha te se hiszel benne, úgy nehéz. Hát ezt én kérem ki magam. Olyan hitehagyott bum volt, hogy... Nem hittél benne. A hangod alapján nagyobb bumra számítottunk. Kicsi bum és bum. Az, hát, nekem mondod. Nekem is mindig ezt mondja, Viki. Jó volt kicsi. Balázs, egy kis bum is bum. Aludjunk. Hogy kis bum. De ezt én is hallom sokszor. Na jól van, hát nincs ajándékcsomag. Ági, de legalább beszéltünk. Legközelebb meg lesz az óra, jó? Jó, remélem lesz legközelebb. Hát ez csak rajtad múlik, ha jelentkezel, akkor előbb-utóbb visszajövünk, és akkor tudsz játszani. Ezt jó? Is hányszor hallottam már, Balázs. Reméljük lesz legközelebb. Köszi a játékot. Köszi szépen, sziasztok. Hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Többen mondjátok, hogy kicsit rövidebb volt a kérdés, vele legrövidebb volt, későn kezdtünk, igen, úgyhogy nem húzzuk el legközelebb az időt názás apollós témával, hanem azonnal belevágunk. Brutálisan nagy az érdeklődés, nagyon sok kérdés jön. Igen, ma ilyen 18-20 körül kezdtük el, egy picit rövidebb idő jutott erre, ne haragudjatok, de jövő héten nem folytatjuk, mert hogy 23-a van, de két hét múlva. Két hét múlva folytatjuk. Csütörtökön? Csütörtökön nem. Aha. Ez egy pénteki rovat, 23-a. A munkaszüneti nap. 3-4-10 lesz pontosan, 6 perc múlva jövünk a hírek után. Vagy a reklám után. Vagy ami jön. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Csak slágerek! Klassz FM. A rádió. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:40 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és jönnek a nap legjobb pillanatai, csak előtte még egy SMS, mert ugye volt 8 óra után egy témánk, mi szerint ugye, hát emberi fogyasztása alkalmatlan, és akár az öngyerekét is ehetethették ezzel, ez a napi.hu van fönt, ugye kiderült, hogy egy Pest megyei közétkeztető cég egyik egységében, hát több mázsa lejárt fogyaszthatósági és minőség ellenőrzési idejű továbbá jelöletlen, nem nyomon követhető élelmiszert talált a Nébik, és beszéltünk a Nébihel, és kaptunk egy SMS-t, az SMS így szól: kedves Klassz FM, ennek és ennek a cégnek a nevében szeretnék nyilatkozni az előző hírekkel kapcsolatban, várom a hívásukat a cégtől, Takács Zsolt. A helyzet a következő, hogy a műsornak elég szigorú a menete, mi egyébként ezen cégtől próbáltunk megszólalt találni, csak nem sikerült, viszont lehetőséget adunk arra, hogy megszólaljon ez a cég természetesen a következő adásban, vagyis hétfőn, ugyanabban az idősávban, ugyanott, amikor ez a megszólás elhangzott, 8 óra után nagyon szívesen meghallgatnánk a cég álláspontját, véleményét az ügyről, úgyhogy Zsolt, ha hallgat bennünket, akkor ezt tudom felajánlani, hogy ahogy lehetőségünk van rá, és a műsor megengedi, ami hétfő, természetesen 8 óra után adásba tesszük, ha az jó. Úgyhogy reméljük, hogy ez is eljut Zsolthoz. Jó, erről ennyit, és folytatjuk, akkor jönnek a nap legjobb pillanataim, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma. Többek között egyébként, hát ez is benne lesz a Best Of-ban, mert hogy dr. Helik Ferenccel beszélgettünk, aki elmondta, hogy mit találtak ennél a cégnél, és hát feltettük egy csomó kérdést, amit szerintem bárki feltenne ilyenkor, milyen lehetősége van a Nébiknek, hogy ellenőrzik ezeket a cégeket, és egyáltalán hogy fordulhat elő, hogy ilyen megtörténhessen egy közétkeztető cégnél. Sok értelmes és jó és érdemleges választ kaptunk szerintem. Valamint arról is beszélgettünk, hogy ki mit vett már észre saját gyermekén, miben hasonlít ő a szüleire, illetve mikor van az a pont, amikor te észrevetted, hogy a gyereked menthetetlenül hasonlít rád, a jó és a rossz tulajdonságokat ugyanúgy átveszi, ha akarod, ha nem. De inkább a rosszakat jegyezzük meg. De inkább a rosszakat jegyezzük meg. Igen, erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 4 perc múlva pontosan 10 óra. Igen, igen, ott volt bennem Matthew McConaughey. Volt. Igen, benne volt a trópusi viharban. De jelentéktelen szereppel, ezért nem vetted észre. Ez még a hármas ugráshoz kapcsolódik. Elhomályosította Robert Downey Jr. Mi a recept, Ferim? Már mondtam, a cannelloni. Ez a nagy olasz cső, amit megtöltünk egy gyönyörű paradicsomos tejszínes mártással, húsossal, ráteszünk egy besamelt,
megsütjük, abban a szószban, a szutyogós cuccban fő át a cannelloni, és mindenki ezt fogja zabálni. Nagyon jó. Ez jól hangzik. Fönt van már a recept a Facebookunkon, Viki föltette. Ez jól hangzik. Jól van, nézzétek meg, ott van a recepten. Hívjuk gyorsan a nap hallgatóját is. Mikor leszek legközelebb a Gyertek át szombat este című most, műsorban? Holnap. Igen, jó, akkor, akkor megnézed. Holnap hihetetlenül odapirítasz megint. Rendet teszel, és nagyon vicces vagy. És ott vagyok én is. Így a dolog még vicces. Így van. Elég sokat kellett belőle vágnunk. Picit elvesztettük megint magunkat. Foglalt. Csabikám, mi újság, addig mondj egy mondatot, hello. Jó reggelt, szavaztok. Laura megfigyelése, csak az előző téma, amit most az ismétlésben hallottam. Nem, hanem, hogy ugyanazt csinálják a srácok, mint én, amiről én nem tudtam, hogy álmomban, miközben alszom, akkor ásítok, és mind a két gyerek csinálja ugyanezt. Annyira durva ezeket látni szerintem. Igen. Foglalt, jó, foglalt, foglalt. Alvás közben. Jó, de ezt jó érzem, hogy meglátod magadat kicsit, vagy a feleségedet, a saját gyerekedből, és röhögsz azon, hogy úristen, ezt legutóbb tőle láttam, vagy valamelyik tényleg felmenődet. Ez ennél olyan izgalmas szerintem, hogy kicsi kis, apró kis önálló lények, de mégis öntudatlanul egy csomó mindent úgy csinálnak, gesztikulálnak, olyan mozdulatok, olyan mondatok, olyan hanghordozás, amit senki nem tanított meg nekik, csak valahogy bennük van. Nem? Ez nagyon érdekes ezeket felfedezni. Milyen zenéid lesznek, Csabi? Hozok nektek egy magyar csapatot, az a nevük, hogy Margaret Island, szerintem ez egy zseniális név. Mindenhol ott vannak egyébként, tehetségkutatókat nyernek, nagyon-nagyon felkapottak most. Saját maguk ilyen megnevezése szerint a stílusuk az papírhajón bolyongó, tiszta, derű, elragadó, akusztikus zene. Van benne népi beütés, nem kevés. És szerintem zseniális. Egy hölgy énekel, akit úgy hívnak, hogy Málos Viki. Margit, nem? Lábas Vikinek hívják. És most van egy nagyon friss klasslágerük, az a című, hogy Eső, még ráadásul aktuális is. De jó vagy. Azt, ami hát nem én, ők. Ja. Jó, hát én is. Meghallgatjuk. Meghallgatjuk. Meghallgatjuk, jó? Ajánlom nektek, mert tényleg klassz. Mindenkinek nagyon jó hétvégét kívánunk. Viszont ki. Kívánjuk. Elmondtunk mindent, jövünk hétfőn 6 órakor. Szevasztok! Hello. Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.